Sziasztok! Nos, újra a placon, újra futás közben, és íme új sorozatom nektek, egy ösztönző sorozat, amelyben be akarom nektek mutatni azt, hogy hogyan lenne érdemesebb élni. Persze ez rajtad fog múlni, te el fogod dönteni, hogy én hogy éltem eddig, nem eddig, az első 3 évenben is, miért határoztam el, hogy segítek a sofőröknek. Nézzél bele ebbe az élet, szerinted? Tróger kamionos voltam, ittam, cigiztem, szerencsejátékoztam, kipróbáltam egy-két drogot, persze csak tényleg kipróbálat szinten, és íme, ahogyanról csinálok egy külön videót, kicsit hosszú lesz a karmáról, lesz benne szó, és remélem rájössz, hogy ez az igazi királyság, mindjárt megyek dolgozni, elkezdődik a napom, és remélem, hogy ösztönöz lett téged, légy kamionos, légy bárki más szakmában lévő ember. Egy a lényeg, hogy ösztönzőleg hassanak rád ezek a videók. Én sem vagyok tökéletes, én sem vagyok elit, de mégis több vagyok, mint egy kamionos. Sziasztok, én ST22, Lacika vagyok, egy nemzetközi kamionsofőr. Rólam azt kell röviden tudni, mielőtt kapcsolnád a videót, hogy szeretném bemutatni életmódomat, szeretnélek ösztönözni. Na most felmerülhet benned a kérdés, hogy pont majd egy kamionsofőr fogja neked megmondani a frankót. Nos igen, úgy gondolom, hogy legtöbbször a válaszok onnan jönnek, ahonnan nem számítasz rám. Jelenleg én túl vagyok már a félmaratonon, és készülök a maratonra, és ezt az utamat követheted végig, de nem különben. Én kétszer is lefogytam már 60 kilót. Először ugye a jó effektus bejött, hogy másodjára már teljes életmódváltással 18 év után letettem a cigarettát, kigyógyultam a gerincsérvből, így van, tehát félmaratonista vagyok most már, és nagyon sok receptet szeretnék neked bemutatni, tehát nem sablon recepteket, hanem világkonyhát, hogy meggyőzzelek arról, hogy az egészséges életmód, a fogyókúra nem egyenlő az éhezéssel, és hogy legyen bizonyítéka is annak, hogy én mekkora voltam. Nézzünk erről a farmeros, ezzel a farmerral készült felvételt először is, ami, ha jól emlékszem, 2011-ben készült, akkori majdnem rekordsúlyomban. Nézzük. Tehát láthatod, ez a farmer akkor rajtam volt. Akkor most megmutatnám nektek, hogy mi is a különbség, mert ugye a képen ez nem adja vissza, csak az, hogy ott áll egy nagy darab csávó. Hát akkor íme. Eddig talán csak tévében láttál ilyesmit. Most itt a valóságban is láthatod, hogy így van, tehát én ennyit fogytam, tehát kétszer is, és remélem eléggé hiteles vagyok ahhoz, hogy igen, jó helyen vagy, és igen, érdemes nézni a videóimat. Remélem sok örömöd lesz benne, nem különben eljutsz majd velem ilyen tájakra, hiszen mióta az életem megváltozott, az életmódomnak köszönhetően szinte mindent meg akarok hódítani, minden hegyre fel akarok szaladni, egészségesen élek, nem voltam beteg immáron bő 5 éve, úgyhogy úgy érzem, enyém a világ. Nyitottam a világ felé, a világ pedig befogadott. Úgyhogy tarts velem, ha van kedved, és nézd meg, hogyan él egy kamionos, és kísérj el a maratonra, ami remélem, hogy sikerül. Közben lesz nagyon sok ösztönző verseny, rengeteg étel, illetve napi nyűgök, bajok a kamionozás világában. Na, és készült egy alig pár perc alatt ez a mai kaja. Szerintem baromi jól néz ki, úgyhogy érdemes kipróbálni. Kérlek, segítek neki, ez van az a nagyon kezdő csávú. Ez olyan szépen megcsinált az elejét, annyira nem tudja itt a végét. Na, most már 10 perc itt lovagol. Hát csak be kell tenni neki egyenesen. Hát mi ezzel a baj? Rohadt egyszerű.
Igen. Na még 17 kilométerre van a lerakóm, vagy legalábbis a város. Na bejöttem egy ilyen olasz kávézóba. Bepróbálkoztam ezzel a karácsonyi vásárra, de szomorkodtam. De jó, én meg hova jövök? Atya ég. Hát én erre most már befizetek. Hú, volt egy daru pont. Az körülbelül az a táv. Én arra gondolok ugye, hogy ez egy, tehát egy építkezésre kell, hogy menjen. Tehát, hogy valami mocsak helyre jövök, az biztos. Körülbelül, az a darab szerintem az távolabb volt. Ó, vagy ha ég. Na és itt jön az, hogy nem fordulunk be bármi is legyen, ha nincs kiírva valami, vagy... Kongresszust ír, basszus. Forduljon balra. Mama, hol? Megérkezett az úti célhoz. Fú, basszus. Hát én ide nem merek befordulni. Ezt a ruhát, hát mi a... Az a baj, nem is tudok tovább, mert hát ez hova? Na megérkeztem a lerakomhoz, figyelj, csávó, mindjárt belemegy a fába, basszus. Hát dembe, mit csinálsz? Nézd meg, hát nem... Jobb így jelni, szóval benne van az élet ebbe a kajába. Valahogy olyan... Nem is tudom. Megjön az embernek az életkedve. Hát azért magyarok vagyunk. Ugye? Én inkább elmosogatok, de egyszer imádom magamat meglátni. Nézd meg! Tessék! Ilyen hamar megvan. 18 óra 31, megint csak a 30 perc, egy 30 perces pihenőben megvan ez a kaja, és ott van hónapra is a kaja. Ennyi gyerekek. Jó étvágyat. Egy egészséges bolognai spagetti. Tőlem, nektek. Na itt is vagyok lent a parton, magatom nektek itt a víz, mellettem. Nagyon királyság. Frankó idő van. Ettél vagyok, én igazán boldog. Na, kicsit adjuk meg akkor a módját. Azt hiszem, ez a reggeli beindítja a napodat. Na meg volt a mai mérlegelés, tehát ez a 97,3 kg. Az ott már a vásárrész, igen komoly sétáló utcája van. Megnézzük. Itt már jól látható, ennyien vannak. Eljött az újabb hét, üdvözöllek ismét a paradicsomban. Belgium felé tartok. A hétvége, illetve igen, így van, a hétvége, hosszú hétvége volt. Ugye Magyarországon voltam a rendezvény miatt, Peti kedvéért. Most visszaérkezve, viszont ugye úgy volt, hogy futnom kell lesz, illetve el is kezdem majd vasárnap forgatni a következő heti anyagot, de hát már hétfő van. Most az a helyzet, hogy vagy meghúzódhatott a térdemben valami szallag, vagy begyulladt, nem tudom. Az a helyzet, ez most nagyon kemény volt, kicsit lehet, hogy túlvállaltam már magam a dolgokban. Tehát ugye én egyszer csütörtökön valamikor reggel 7 órakor kezdtem, onnantól kezdve valamikor pénteken este feküdtem le 8 óra körül, aludtam egy, nem tudom, 7 óra hosszát, így két nap után, és azonnal indultam fel Budapestre. Ott ugye meg volt az egész napos dolog, ugye először találkozni Zoli bácsival, utána a jól sikerült esemény, majd még a videókat rendezgetni, bevásárolni, és én utána még jöttem 1100 km, tehát ismét nem aludtam szombaton, és ide kiérve
Már a térdem úgymond ezt besokolta, és elég komoly fájdalmak jöttek rám, úgyhogy eléggé sántikálva jártam. Na de hát elkezdtem kezelni Voltaren géllel, illetve majd fogom vizes ruházni. Úgy nincsen levizesedve meg semmi, egyszerűen csak ez sok volt. Tehát ugye ez így nem működik, hogy az ember csak megy és nem alszik, nem pihen. Úgyhogy picit ilyen nyűgösebben indul ez a hét, de lehet nem is baj egyébként, hogy most ez a hét szerintem ezt így rápihenem, vagy meglátom. Tehát ugye sokan úgy vannak vele, hogy vagy beleerőltetik, mert hogy csinálni kell az edzést, és nem pihenik ki. Én úgy szoktam, hogyha netán valami sérülés van, mert az ezt nevezzük sérülésnek, akkor amikor elmúlt és úgy érzem, hogy na igen, jó, akkor még mindig egy vagy két napot várok, nehogy ráújuljon. Tehát még kezelem tovább, pihentetem. Viszont ebből a szempontból jó lesz a fogyókúra, hogy, vagy jobban fogyókúrát, hogy a életmódváltás, de sokan azért fogyókúra miatt nézik, hogy itt lesz a bizonyíték arra, hogy edzés nélkül is le fog menni az a 1 kiló vagy 70 dekat, tök mindegy, mennyi fog lemenni, de fog csökkenni a súly. Úgyhogy most nincs előre megfőzve kaja, egy nagyon jó kis könyvet találtam, gyerekek, nem mondok semmit róla egyenlőre, titok, de ilyen receptek vannak benne, hogy minden oldalt fotó és recept, és nekem nagyon sok újdonság van benne. Egyébként jó, tehát nem azt mondom, hogy minden kaja használható belőle számomra vagy számunkra, de jó, egyébként erdélyi ízvilág. Az, hogy ez mennyire követi, van benne olyan olivabogyós receptek, hogy nem tudom egyébként Erdélyben mennyire elterjedt az olivabogyó, de hát, na mindegy. Vannak benne ilyenek is, megnézzük, alakítok benne, úgyhogy lesz miből dolgozni. Három receptes könyvet hoztam ki magammal, amiből fogok egyenlőre dolgozni a jövőben, úgyhogy elégedettek lesznek, úgy gondolom. Közben gázpalackot is kicsit újítottam, itt a rózsát, hogy a kislángot jobban elérjem, ezért beújítottam, végre most már szőnyegem van középen, de erről majd később. Illetve immáron velünk utazik a South Parkos csapat is, ugyebár én fanatikus vagyok, és minden este, kivétel nélkül minden este velük alszom, mert nem velük ekte, hanem a mesével, tehát én csak úgy tudok elaludni, hogy megy valami, és akkor már mérne egy jó kis káromkodós mese. Úgyhogy ez lesz, bár barátnőm egyelőre meg van ijedve, hogy hát hogy fogunk mi majd összeköltözni. Hát mondom, szokd meg, hogy Kajte B. Mocskos zsidó, ugye? Ahogy szokás mondani Cartmantől. Úgyhogy lesz benne káromkodás, hát így kell aludni, ezt kell elfogadni, ilyenek vagyunk. Na de, belecsapunk a dolgokba, és a mai nap egyébként én most reggeliztem meg sima natur, 5 darab tojás, kicsit összekavarva, én úgy szeretem, hogy egy picit lágyabb. Összekavarva és teljesen magába, ezzel indítottam a mai napot. Főzés, hát hoztam majd, ezt persze átnézzük, hogy mi is a heti dolog, ezt előre fogom bevágni. Remélem nem romlottak rám az ételek, mert azért autóban utaztattam itt a csirke mellett, és hát azért egy kicsit később értem ki, hogy terveztem. De haladjunk utunkra. Most eljött a második hét, és ismét ott tartunk, hogy a hűtőt kellene átnézni, mit is vásároltunk, miből gazdálkodjunk a héten, ugye én otthon voltam, így magyar cuccok vannak nálam. Úgyhogy nézzük akkor, hogy mit tudunk varázsolni, azt még nem tudom egyébként, mire fogom használni ezt a dolgokat, nem is mindent kell a héten felhasználni, hiszen van olyan, ami jóval tartósabb. Na nézzük, van itt egyszer egy ilyen zöldségmix, uborkával, paprikával, paradicsommal, petrezselyemmel, sárgarépával, tehát egy igazi kis zöldség kavalkád, több mint valószínű, hogy egy nagyon egyszerű zöldség leves lesz belőle, egyszer. Természetesen ugyebár sűríteni is szoktunk, most magyar tejfölt, hát nekem ez szimpatikus volt egyébként. Kalóriában szomorúnak tartom, hogy én ezen nem találtam kalóriatartalmat, úgyhogy lényegében úgy választottam, amelyik szimpatikus, de én jobb szeretem egyébként az ilyen joghurtos dolgokat. Most magyar tejföllel fogok sűríteni. Jó. Maradt itt, természetesen nem használom mindet, egy minőségibb fetasajt. Hát ez a sajt, azt hiszem mondtam az előző részben, hogy a Grana Padano szinte megveszed, aztán ez veszed sokáig. Eltart egyébként majdnem februárig, jó. Nagyon kevés kell belőle, úgyhogy van ez is. Nos, itt egy adag trappista sajt,
és ebből majd egy frankó sajtekercset fogok csinálni, illetőleg majd megnézem még, hogy mihez tudom felhasználni. Maradt még a múlt hétről ebből a nevezzük szalonának vagy sonkának. És ugye jön a tél, hát a vitaminból nem elég, úgyhogy ez szimpatikus, bár kicsit bárkár, hogy egy kilós kiszerelésben van ez a fajta káposzta, jól néz ki. És a vitamint természetesen bevisszük, úgyhogy kétféle dolgot, egy levest, illetve majd még valamit kitalálok, hogy mi lehetne belőle. Túró, na az én nagy mániám, végre túró. Egyébként idekint ugye én kotás csízt szoktam enni. Otthon, mivel azt mondtam, hogy drága, ajánlom neked a túrót. És kalóriában 100 g-ban van 147. Hát meglátjuk, jó, szerintem valószínűleg desszert lesz belőle egyébként. Egy nagyon egyszerű, nagyon finom. Bemutatom akkor nektek az én kedvenc desszertemet, hiszen legyen arról is szó. Csirkemell, 1 kg csirkemell, remélem, hogy nem romlott meg egyelőre, nem érződik rajta, ugyanis ezt én magyarból hoztam ki, és azért autóba úgy állt, de bízom benne, hogy nem kell kidobni. Ha igen, akkor se szemetesbe, hanem én az út mellé szoktam letenni, a netán valami véletlenül rám romlik. Na, itt jön az én barátaim. Háromféle minőségi kolbász, mind a három végül száraz. Ez egy füstölt kolbász, azt hiszem, hogy valami gyulai vagy valami ilyesmi. Ebben már én belekóstoltam, ennyit ettem ma egyébként, ennyi felet. Ezt a felet, tehát 4 tojás volt már, vagy 5 tojás, meg ennek a felét ettem meg. Tehát ilyen mennyiségben ugye kolbászt is eszünk. Ez egy gyulai kolbász, nagyon finom. Jó, elég drága volt. 933 forint volt ez a pár. Hát ez van. Nem olcsó a kolbász. És ez pedig 626 forint, ez egy csaba, egy láng volt. Jó, mindegyik száraz, jó minőségi, húsos, ezt szeretjük. Aztán van nálunk dió. Na, ezt otthonról hoztam, nagymamám, köszönöm szépen ezúton is. Nagymamámnak van diója. Egyébként ugye eléggé drága. Állítólag hízlal. Na most ekta dió, az egy nagyon egészséges dolog. Olvass egy Wikipédiát, egyébként is a Wikipédiát ajánlom mindenre, hogy olvassál. Nagyon hasznos dolgokat megtudhatsz belőle. Saját kezülek találtam. Mindenféleképpen hűtőben tárold a diót, mert meg fog avasodni. És hízlal a dió nem igazán hízlal, főleg ha nem teszel bele 5 kanál cukrot. Ebből valami régóta nézegetek, szemezgetek, egy diókrémet fogunk csinálni. Belőle pedig saláta. Salátához való hozzávaló lesz. Úgyhogy lesz itt mindenféle finomság, egyébként még talán palacsintába, mit szóltok, egy kis diós palacsintához. Ez csak úgy hirtelen most eszembe jutott, hogy milyen frankó is lehetne. Itt vannak az eheti játékosaink, pluszba, hát szerintem a mai játékosunk egy csicseri borsó lesz, ezt éleként árulják, egyébként megint csak az, hogy olcsóbb édeként sajnos, mint otthon. Ez 480 g a nettó tömeg, egyébként 800 g-os, és mindösszesen, ha orosz boltba sikerül megvenned, 300 forintba kerül ez a csicseri borsó. Otthon ez, nem tudom, de jóval drágább sajnos. Ja, meg még otthonról van cékla. Régóta tervezek egy borcs, jól mondtam, ugye, borcs levest. Nem hiszem egyébként, hogy ilyen céklából kellene, mert azért ez ecetes, de ezt csak hozzáteszem, tehát én nagyon sok céklát szoktam enni, vagy legalábbis igyekszem enni, egészséges lehet tömni az arcba, viszont a borcs levest, illetve egyéb ilyen céklás finomságokat, céklás desszert, még a túróhoz kifejezetten azt hiszem tudok is egy ilyen receptet, vagy kotás csízzel, nagyon jó lesz. Úgyhogy megyünk mindenfele, féle világba, ízek irányába, akkor a héten azt hiszem, hogy megint nem csalódhattok, fogyókúra van, és hát akkor ez a hűtő tartalma. Remélem már is kedvet kaptál a második hét folytatásához, hogy érdemes nézni ezt a palit, hogy mit tud ebből alkotni. Tarts velem, nézzük meg ezt a hetet. Nos, elkezdtem akkor készíteni a mai, vagy még holnapi, ez még nem derült ki, mai vagy holnapi kaját. Ha nagyon salátának tűnik, vagy nagyon olyan, nem tudom, olyan reggeli kajának, akkor ezt majd holnap fogom megenni, akkor folytatom tovább a főzést. Ez nagyon gyorsan megvan egyébként eddig, és úgy vegyítem a dolgokat. Itt meg is állnék egy pillanatra, mivel hogy chili paprikát is használok, ugye még ez a múlkori, elég morgós ez a piros, meg amúgy mindegyik érződik rajta. Ezért, mert én nagyon szeretem a tűzoltókat, mert szerintem egy nagyon korrekt srácok írt, és nekem egy tűzoltó srác, hogy esetleg hogy szeretne kamionos lenni. Ezúton mondanám neked, hogy szerintem nagyon jó helyen vagy, világbajnoka, az összes tűzoltó, viszont igaz, az igaz, hogy ugye pénzbe hát sajnos
ezeknek a srácoknak nincs úgy kifejezve, viszont ezt jól gondold meg, hogy csak a pénzért érdemes-e. Én nagyon büszke lennék rá, ha tűzoltó lehetnék. És akkor neked ajánlom, vagy nektek tűzoltóknak ajánlom ezt a mai kaját, mivel tüzes. Csili paprika, van itt egy kis valami arab cucc, kolbász, hagyma, szóval igazi erőt adó kaja, szénhidráttal is, de jó szénhidráttal, azért egy-kettőtöknek nektek is fogyni kell. Úgyhogy hajrá tűzoltók, ez a kaja ma nektek készül, remélem ízleni fog. Nézzük, én nekem van egy ilyen hatalmas nagy tálam, ugye használtuk már a francia salátánál, hogy én összeöntöm először is a biztos összetevőket. Tehát mindig a biztosat tegyük össze, 480 gram, valaki leöblítheti, én nem szoktam, 480 gram csicseri borsó. Egy olyan étel, ami konzervben teljesen tökéletes, tehát nem kell azért beáztatni, meg megfőzni, meg mi egymás. Na, ehhez szinte úgy adja magát, ami megy, kezdjünk akkor. Na most kolbász, egyelőre én ennyit tettem bele, nézzétek csak, ugye már a felét megettem ma, hogy ennek a drága kolbásznak, ez körülbelül ekkora volt. Tehát lehet ezt okosan is egyébként, mert azért gondolom ki, hogy a szegényebbekre is nem lehet itt tőzsönni belveszkenyi kolbászt, illetve nem menjünk el abba az irányba, hogy elkezdtem most ez egy kolbászos kaja, nem kolbászos. Hagymából jól látod, és csak addig alig a felét tettem bele, minden jó apróra vágva, egy zöld csili paprikának is a hát a felét, nagyon erős, tehát egyelőre ez ami biztos összetevő, eddig ebben szinte mutatvány nincs, ez így tutira passzol egymáshoz. Eddig egy jó tüzes, kolbászos, majdnem egy magyaros kaja. Egyébként nem tudom, a csicseri borsó mennyire magyaros vagy nem magyaros. Én fokhagymát nem tennék ebbe most bele, ha nem haragusztok. Tehát nekem ez most ide valahogy nem tudom. Nekem vannak ilyen megérzésem, hogy mi megy bele, mi nem megy bele. És én azt mondom nektek, hogy így a vörös vagy lila hagyma mellé, nem tudom, valahogy úgy nem adja. Jó, eddig ennyi. Ki van még készült fehér bab, de még azt nem tudom, hogy mi legyen vele. Na, a következő belevaló, hát azért, hogy eddig ez nagyon natur, ami a csicseri borsó, hogy az ilyen jellegű kajáknak a egyik lényege, szerintem, teszünk bele egy kis koriandert. Mert hogy a zöld szín is legyen meg benne, kis fűszernek, nem kell sok, egyelőre nem teszünk semmiből se sokat, ami nincs benne sok, nem lehet elrontani vele, jó? De érdemes, hogyha nagyon erős fűszert használsz, feltétlenül kóstolgasd meg vele. Mivel piros még úgy ettől nincs bennem a kolbász, inkább barnább. Egy kis chili paprikát, azért óvatosan a chilivel. Mert a tűzoltósok szeretik a tüzet, inkább oltani szeretik, bár majd isszak rá a sört. Oké. Hát emellé szinte adja magát ugye, hogy sajtot teszünk bele. Akkor rögtön használjunk is egy keveset a feta sajtból. Csak hogy kell hozzá egy kanálka. Kis kanálka. Itt is vagy. Ez egyébként a csicseri borsónak nagy barátja, és akkor rögtön tehetünk bele ebből az olívóolajból is, de vigyázz, nem sokat, mert inkább csak így egy picit, hogy ne legyen annyira száraz, mondjuk legyen egy két evőkanállal. Szerintem ezen a sajton is lehetne vágni, szerintem mindjárt vágok, mert ne legyen nagy, meg ugye megint csak az, hogy szegényesebbre fogjuk a dolgot, jó olívóolajból szerintem ennyi elég, hogy szegényesebb legyen. Hát sajnos, igaz? Meg nem szabad elvadulni, mert így mennek el a kalóriák a végén. Legyen benne az íze. Kicsit felszeletelem. No, tehát beletettem így akkor a sajtot összevágva. Tehát jól látjátok, rögtön abból a kis mennyiségből milyen soknak tűnő mennyiség lett. Tehát el kell úgy osztani, ne legyen. Ne egyszer egy ilyen nagy darab sajtot kapjál be. Fogtam még itt paradicsomot. Egy felet összevágtam. Ne legyen egyik is se domináljon benne. És mindegy, de ha meghámozom, ugye zöldség hámozóval, hát nem kell bele sok, megint egy ilyen ennyikét teszek. Akkor ez egy újabb szint visz bele, és akkor elmegyünk egy ilyen zöldséges ízvilágba. Egyébként anyukám szereti nagyon ezt a csicseri borsót, de nem csinálná meg magának, csak az kell neki, amit a kisfia csinál. Ő nem. Jó, hát anyukám most akkor ezt te csak így láthatod. De ígérem, ahogy hazamegyek, mint mindig csinálok neked. Mert nagyon imádja. Mondtam még ezt a Rush el Hanout Paste. Nekem ez ilyen valami magyarós, ez a Hanoutból kiindulva, olyan magyarós valaminek tűnik. Nagyon zsíros ehhez már. Tehát most benne van a
ott a kolbászban van zsír, itt a sajtban van zsír, a csicseribósnak is van szerintem valamennyi zsírtartalma. Hát rögtön megnézzük, jó, hogy milyen, mit tartalmaz az kalóriában rajta van, de, ezt inkább neten fogod szerintem úgy érzem kikeresni. Így van. Jó, egyébként annak is van szerintem zsírtartalma, úgyhogy nagyon zsíros lenne. Ezt meg nem akarjuk, elrontja az egész ételt, ha elmegy az egyik világba. És így már én nem is teszek rá olívolajat, mert tehetné rá olívolajat is, de nem kell rá már. Mert ez nagyon kényes ám. És a főzésben megint csak az, hogy itt lehet elrontani a dolgokat, hogy nagyon elviszed egy irányba, és azt hiszed, hogy egészségeset eszel, vagy jót eszel, és rögtön elrontod, mert lehet, hogy csak sok rajta az olaj, és rögtön a kalóriája elszáll. Inkább bővítsük ilyen egyszerű dolgokkal, tehát ebben a kajában eddig olyan semmi ördögészség nincs, igaz? Nem is kell hozzá semmi főzőtudomány, csak bele kell tudni kaparni, mert egy mellé ment. És én szerintem a babot se teszem bele, ezt innen kivadásszuk, majd eltöröljük. Így, né? És akkor kicsit kavarjunk rajta. Oda néz. Ez tökéletesen gyönyörű szép, akár valami mellé, nem tudom, ez akár magába is. Tehát ekte fűszer, csak a chili, egy pici koriander, hú, összecsorult azt nyál a számban. Hát nem csoda, anyukám rajong érte, bár ő nem szereti a feta sajtot, de teszhetsz el a mozzarellát, meg is kóstoljuk, jó? Úgyhogy mindenbe jusson egy pici. A csicseriborsó dominál, ott van a mellett a többi íz is. Egy újabb hibátlan kaja, egy sör mellé. Hú, jó. Nem kell, nagyon óvatosan a zsírral. Igen, tehát a fetasvajtból esetleg, tehát ne tegyél többet, mert ez így tökéletes. Egyébként ezt ekte. Hogyha akarnál egy egész tálkaját, ajánlom neked a kuszkusszal megint csak vegyítsed, de a kuszkusz, vigyázz, hogy egy picit akkor szárazabb, tehát a kettő egy arányt akkor úgy tartsad, tehát egy dupla annyi víz, tehát egy kicsit kevesebb víz legyen, ha szárazabb, akkor, mert ha nagyon nedves, akkor nagyon elviszed egy ilyen nedves íz irányba, esetleg ahhoz ajánlanék neked egy nagyon jó, azt hiszem arab kaját, arab fűszerbe, én ezt azt hiszem már mutattam nektek, mindig olyan általános fűszerek vannak nálam, hogy a garam masala, ezt tegyél esetleg bele, jó? Azzal befűszerezett, tökéletesen megy a csicseriborshoz, és akkor ez az egészet összekerül, és lesz egy egész tál kajád, 15-20 perc alatt megvan. A csicseriborsó, és a kuszkusz ekte nem egy hű, de nagyon jó, mert ugye nagyon sok lesz már így a szénhidrátod, de ha téged ez nem érdekel, de csak egy nagy adag olcsóbb kaját akarsz, íme, kuszkusszal vegyítve tökéletes, ha pedig lent diétázol, akkor ezt így ajánlom neked, na persze nem az egészet kell megenni, ezt majd beosztjuk holnapra, azt pedig, hogy ma még folytatom el, még nem tudom, de ha nem, akkor is elmondom. Nos, srácok, én úgy döntöttem, hogy én ma már nem igazán akarok más főzni, ezt elteszem holnapra, tökéletes lesz, esetleg mellé egy kis rántottat talán, de még az se biztos, hogy kell nekem mellé, viszont annyira éhes nem vagyok, egy kis fehérjét, tehát estére inkább úgy döntöttem szénhidrátot már nem viszek be, tehát ez sem inkább ezt reggelre, hogy beindítja a napodat. Mit szólnátok egy csokis diós palacsintához? Jó hangzik, igaz? És mindezt egészségesen. Na akkor én összepakolok egy picit, és megnézzük, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen diós csokis palacsinta, hogy amit este is lehet fogyasztani, lássuk. Na kezdjük akkor a mai desszertünket, méghozzá is egy protein palacsintát. Kis lángon, ez fontos. Megkezdjük, én már próbálgattam az előbb, még tanulom ezt a fajta palacsintát, ez aztán türelem kell, illetve össze kell variálni, mert az előbb csak tojás fehérje volt benne, egy darab. Most van benne akkor egy fehérje, illetve egy egész tojás. Nagyjából két evőkanálnyi proteinpor, illetve víz. Ez az egész. Most így, hogy mondjak egy pontosan, hol vagy. Nem látszik, de azt mondja, hogy ez nem az.
2,5 deci, illetve dió, darád dió van benne. Jó, és ez kókuszolaj, vagy kókusz zsír, hát kókuszolaj a neve, az van még benne. Úgyhogy lényegében felöntjük. Itt egy kicsit csomós lett a dió benne, de ezen segítünk. Na, ez nem is baj, szerintem. Kezdőszakással ez elfér. Ízre egyébként a dió nagyon jól stimmel ehhez a dologhoz. Tehát ez egy ilyen proteinpor, szerintem nagyon sok helyen kapható. És hát a gyúrósok igazából ugye ezt nyomják magukba. Na nem, csak hát igen, ettől azt hiszem nőnek is, igaz? De nekünk ez egy nagyon fontos recept alapunk lesz majd a fehérje dolgoknál. Mérem az időt, hogy mennyi idő alatt sül meg az egyik oldala, vagy hogy lehet megforgatni. Nagyon kényes. Ha netán nincs hozzá türelmed, akkor esetleg össze is kavarhatod, és lesz belőle egy ilyen császármorzsa jellegű, bár akkor többet kell ugye beletenni, és szórakozni vele. Nézd, mivel sima palacsintát egyszer nem fér bele, így ezzel kell. Na most én csináltam olyat nyáron például, hogy fogtam fél kiló eperet. Fél kiló epret egyszerűen fogtam és felfőztem. Tehát mint a lekvárt csinálnánk. Felfőztem, tettem bele egy pici édesítőt, mert ugye nagyon savanyú, nem cukrot, csak édesítőt. És akkor csináltam, hogy 3-4 ilyen palacsintát szépen összehajtottam, és azt a fél kiló epret rácsorgattam. Ilyen kaja, egészséges, és teljesen desszertnek tökéletes. Tehát a cukrot ugye el kell felejteni, és ilyenekkel kell kísérletezni. Ezt lehet úgy variálni, hogy teszel bele zappelyhet, tehát vigyázz, nem a cornflakesről beszélünk, tehát Actenatur zappelyhet, azzal tudod, és akkor sokkal könnyebben sül, de keressél rá protein palacsintákra, és akkor fogsz találni fent elég sokat. A gyúrósoknak lényegében, vagy az ilyen fit embereknek a proteines kaják a fő kajájuk, úgyhogy elég sok féléjét fogod találni majd a neten. Érdemes nézelődni, és higgyétek nekem, hogy nagyon finom. Lehet, hogy tovább sül, mert mondjuk egyik oldal lehet, hogy 5 percig sül. Tehát ilyen családi vacsorának ez nem fog menni, jó? Tehát ez magadnak működik a dolog. Az, hogy nekiánk ott, hogy kisütünk 30-at, abban te belehűlsz. Tehát azt nem ajánlom egyébként. Esetleg te valamilyen GPS palacsintasítőben érdemes próbálni, hogy olyanra gondolok, ami ilyen kis korongokat készít, így összezárod. Esetleg abban lehetne próbálkozni. Így. Hát én egyszer a barátnőmnek csináltam, azt hiszem kileveledzek, mire megcsináltam neki 4-et. Hát sok idő. Ez ugye itt az egyik oldala, mondok mindjárt pontos időt, jó? Hogy is készül ez. Nos, sikerült megfordítanom, de nagyon óvatosan kell így, és itt az egyik fél része behajlott. Tehát 4 perc után tudtam ezt a vékonyat. Tehát vékonyra kell csinálni, mert mondom, soha az életben nem fog megsülni, így is ilyen puhább, lágyabb lesz. De nagyon-nagyon finom. Hát gondolom persze, hogy a több ilyen dolgot tesz ebből, amitől jobban megköt, annál hamarabb lesz kész. De ha nagyon fogyókúrásra akarod, akkor csak a proteinpor, a tojás, a kókuszolaj, illetve víz, ennyi kell bele, tehát semmi több. Ez a legtöbb változata. Én elégedett vagyok vele. Na most ettől jól nem fogsz lakni, viszont desszertet kaptál. Tehát mondjuk, ha eszel csokoládét is, azzal se akarsz ugye jól lakni, azért eszed, mert valami édesre vágysz. Na most itt ez a kókuszolaj, ez baromi jó. Ilyen dióval én most próbálom először, de eddig, amit így vele kóstoltam, bele nyámnyogtam, az nekem nagyon-nagyon ízlet. És lehet ezt variálni, ugyanúgy egy kis túrót teszel hozzá, kotás, csíszt, stb. Szóval még több fehérjét. Úgyhogy ajánlom figyelmetbe. Ha pedig megkajáltam, akkor elmondom ilyen. Nos, srácok, ha nem akartok kártmennek lenni, kis duci bubuk, akkor mindenképpen ajánlom nektek ezt a remek palacsintát. Tény, hogy nem készült el túlzottan gyorsan, egy 20 percet vett igénybe ez a 3 palacsinta. Azt nem mondhatni rá, hogy drága, viszont baromi egészséges. Egy pici dióval van megszórva a közepe. Természetesen ugye cukor nélkül, édesítő nélkül, ez minden nélkül készült. Van itt egy pici tejföl, tehetsz hozzá joghurtot is, egy pici mentával van megszórva. Ez csak kísérleti alapon, majd elmondom, hogy
pászol-e hozzá, vagy nem, de minden esetre valami kellett hozzá. Én egy kis pirosat tudnék még elképzelni, vagy amit a dióval éppen gondolt, hogy érdemes vegyíteni. Nézzük meg, hogy milyen, és elmondom a véleményemet. Hát igen, hamarabb el tudtam fogyasztani, mint hogy meg tudtam csinálni, de ettől a kajától bizony nem is leszek Cartman. Úgyhogy srácok, ajánlom nektek mindenféleképpen. Ízre egy könnyedebb íz, nincs benne az a tömény, édes íz, amit otthon esetleg kakaós, cukros palacsintákkal elérsz. Ebben igazából mit érzel most ebben a csokisban? Egyértelműen érzed benne a csokoládé ízt, ott van benne az a natur dió íz. A kókuszolaj megadja az édes ízt neked, hogy ott legyen benne, tehát nem használj belőle sokat, de ott lesz és nagyon jó. Esetleg, ha neked nagyon édességmániás vagy, esetleg tegyél bele egy pici édesítőt, vagy valami olyan, nem tudom, próbálj kitalálni valamit, amivel bele tudsz vinni egy kis édes ízt. De ha leszoksz a cukorról, meglátod, hogy ezek a ennyi édesség bőven elegendő lesz neked. Vagy pedig ajánlom neked, ha végképp nem megy, ugye lehet kapni ezekben az update boltban ilyen-olyan magyarókrémet, esetleg próbáld meg azzal. Nyiss egy picit a dolgok felé, és meglátod, remek kaják fognak összejönni, és hát Cartman is lefogyna, ha nem a pufit tömné magába este, hanem egy ilyen könnyed kaját, utána csücsüljünk egyet, és estünk neki holnap, holnap pedig ezzel a csicseri borsós reggelivel azt hiszem beindítjuk igazán a napot, de reggel jövök. Szeretnék nektek itt egy picit itt a kamionos világba, nagyvilágba belemenni ilyen történetekbe, kizárólag olyat, ami velem történt, érdekességképpen, hiszen én azt hiszem észre, hogy itt Nyugat-Európában sokkal nyíltabb a dolog, nyíltabban mennek a dolgok, mintsem nálunk olyan nagyon konzervatív, vagy nem olyanok az emberek, tehát más jellegű dolog. Így könnyen belefuthatsz abba, amiben én futottam bele egykor, és hogy miről is van szó, hát finoman fogalmazzak, akiket én nem értek, azokról az emberekről, egész pontosan a melegekről. Van nekem egy, hát, sztori, de igen, érdekes. Tehát mi történt? Én az első utamon, vagy nagyon az elején, az útjaim elején kimentem Belgiumba, hát ide, ugye, mert Belgiumba vagyok, kijöttem, és a cég, hát hogy a cégig mentem, mert nekem ez amúgy is mániám a kezdetektől, hogy én a cégnél legyek, és hát vasárnap volt, kopogtatnak az ajtón. De hát ugye azt hallottam, hogy azért vigyázni kell óvatosan, hogy nehogy valaki kiraboljon, de hát fényes nappal volt. Kikukucskálok elő az ablakon, de úgy, hogy nem mozduljon meg a fülke. Az egy Renault Twingo állt ott, majd bal oldalt kinéztem, ott állt egy majdnem akkoriban velemkorú srác, én akkor voltam 23 vagy 24 éves, velemkorú fiatal srác volt ott. Hát én ide bent végülis boxer alsóban ültem, nagyon szeretem a szoláriumot, teljesen leszolizva. Naivan, kinyitottam az ajtót, a srác képzétek el, tehát én így lényegében valahogy középen álltam, így kinyitottam az ajtót, hogy kérekezem, hogy bonjour, nem tudom, mit akarsz, nem beszélek semmilyen ilyen nyelvet. Kérdétek, az a srác beugrott a kamionba. Így döbben találok, szinte le is ültem azonnal az ágyra, hogy várjam, mi történik. Nem tudtam, hogy takargatni tudod a fügykös, nem, hogy ki figyeljen. Hát most de érted, hát én nem számoltam ilyenek, azt hittem, hogy kihajolok, vagy valami, hogy csak így félig kinyitom, mert úgy nyitottam ki, hogy csak így kinézem. Hát az a csávó beült. Hát én zavarom volt, azért hogy ültem, takargattam magam, hogy tettem fel, azért egészen így gondoltam a dolgokat. Most mi legyen? Hát képzeljétek el, jött az, amire én nem nagyon számítottam, hogy mit csinálsz itt? Tehát beszélek angolul, nem? Egy időben. Jó. Azt mondja nekem, hogy hátra néz, azt mondja, hogy nyomkodja egy az ágyat, azt mondja, hogy egy a király. Persze mondom, mert nem öltél a kamionban, mondom, jól lehet volna aludni, egy Renault Premium, vagy egyébként egy kisebb kamion. Azt mondja, hogy így végig simított a lábomat, a combomat, és nem esett le gyereket. Hitten, viccen kívül, nekem nem esett le, így végig simított a kezével, de csak így egyszer. Azt mondja, hogy barna vagy, nagyon király, barna vagy. Közben itt a csipogás bezavar majd néha, mert döccenőnél az érzékelő kicsit meghűl, úgyhogy ez egy picit talán zavaróbb lesz. Tehát végig simított. Azt mondja, Franko barna vagy, ő is szereti a
barnaságot. Hát amennyire én értettem, tehát azért perfektű nem, de hát azért kiveszi az ember a dolgokat. Vagy kérdezi, hogy van-e barátnője, vagy feleség. Hát mondom, nincsen. Nekem sem, nekem nem volt, de én azt mondtam, hogy tehát volt. Nem volt feleségem, így már kezdett egy kicsit, hogy hirtelen nem tudom, fura lett a sárcok a szemem. Hát inkább azt mondom, hogy valami van. Jó. Azt mondja, figyelj, este lenne kezded eljönni partizni. Partizni? Hát kicsit úgy elgondolkodtam, így hirtelen tudod az ember, mint a komputer nagyon járkod rajta. Basszus, ez a kamionos világ, állítom neked, ez jutott végig az agyom. Ez a kamionos világ, idévek hétvégén, idén cégbúli, parti, buli, ezek mindent fizetnek? Hát nem ember, ezek kamionos akarok lenni. Hát világ ilyetemben, miért nem ezt csináltam, ha bulizunk a világban? Ho-ho. Hát már nem tudom, milyen parti. Azt mondja, a haverok lesznek ott. Parti, dance, pia, stb. Azt mondja, nekem így közbevág, azt mondja, hogy felhúzza a pólóját. Van mell piercinged? Ho-ho, van én már basszus. Parti. Tehát szerintem így lennék a parti. Szerintem ezek engem akarnak partiba vágni. Ho-ho. Hát várjam, mondom, várjam. Miről van szó? Leesett töcsém. 10 perc kellett hozzá a gyors felfogásommal, hogy miről van szó? Hát engem itt partiba akarnak vágni. A szolizott kamionost. Az ungarisét. Hát mondom, várjál, nem mondom, elkezdtem gagyogni, feleség, meg mit tudom, beszélni kell vele. Nem, de azt mondja, de figyelj, gyere, hozom a barátokat. Nem mondom, nem figyelj, azt mondja, van gyereke? Ó, kettő. Egyébként még nincsen. És végül is gyerekek itt annyira, hogy is mondjam, hát leesett a dolog, ugye van szó. Hát úgy megpróbáltam, hogy finoman. Mondom, figyelj, szállják ki, jó, de figyelj, nem mondom, hetero vagyok, mondom. Mondom, ezt szerintem, én mondom, ezt félreértettem. Tehát ne haragudj. Kész. Gyerekek, vörösödtem. Még egy hét múlva is vörös volt a fejem, mint aki kiszállt a 30 perces gépből. Tehát ez azért keményen érintett a dolog. Hát így ismerkedtem meg a melegekkel is, hogy óvatosan ezzel a barátkozással egy külföldön, vagy mindig is akar egy külföldi. De! Van még két meleg sztori, bár rövidebbek, de szinte hihetetlen. Az egyik ugyancsak Belgium, na nem azt mondom, hogy a belgák melegek, de itt esett meg ez is. Egy céget kerestem, nagy ipari park elején volt egy ilyen nagy cégtábla, vagyis egy ilyen térkép, hogy mit még cég hol találta, és én vakarom a fejem, mert nem találtam a cégemet. De szembe az út másik oldalán állt egy öreg a személyautójával, és annyira nézett, szinte egyből az jutott le, hogy segítő kész, segíteni akar nekem, lehet, hogy valami kiöregedett, már nyugdíjas kamionos, fene tudja. Mindegy, nem is történt semmi, elindultam a cég felé, elindult a személyautós is. Nézem, hát mondom, ez biztos én utána, hogy majd nem találom a céget, látszott rajta, hogy egyébként szerintem, hogy valamit nagyon nem találom, nagyon vakartam a fejemet. Egy ilyen négy sávos úton jöttünk, mint az autópálya befeltett, két sávos volt az ipari parkban az út. Mellé miért a csávó? Utál? Na mondom, biztos segíteni akar, hogy valamit. Gyerekek, lenézek, nem fogjátok elhinni. Hát olyan fáradt voltam már egyébként is, hogy mit mutatott. Srácok, nem azért, tehát itt valami összetört bennem. Egy világ omlott össze bennem. Nem tudtam, olyan káromkodni kezdtem, de mocskosul káromkodni, hogy menj már innen az izé anyukádba, mert eleve ideges voltam, mert nem találtam a cégemet, stb. Hát mondom, ilyen nincs. Ilyen nincs. Kár, hogy nincs róla videófelvétel, bár nem hiszem, hogy bemutatnám az eszemélyiségok, ugye erre azért óvatosan ügyelünk. De ez sem volt elég, jön a harmadik történet, ismét valós történet, egy elég komolyan nagy darab sráccal tanítottam be. Kamionozni Olaszországban voltunk. És a cégnél a targoncás a végén odajön, hát ugye írom a CMR-t, a fuvarpapírt. Minden kérdésre számítottam, csak arra nem amit megkérdezett. Itt ült bent a kolléga az ágyon, másik, ez a olasz atlétás, nem is értem, de atlétában volt, egyébként izzadt. Szőrös hátú, de az az igazi szőrös hátú majom. És azt kérdezi, azt mondja nekem, hogy nem emlékszem, milyen nyelven mondta, de értettem. Ez érted. Ez biztos, hogy fogod érteni. Azt mondta, szeretne szeretkezni velem, vagy szexelni velem. Mit szólnék hozzá, hogy most munka után elmegyünk valahova. Nem estem kétségbe, azonnal levágtam, miről van szó. Talán ilyen gyorsan is sose fogad az agyam. Itt ült a kolléga, nem hallotta, vagy nem figyelt, hogy miről beszélünk. Mondtam neki, ne haragudj, de nekem már van boyfriendem. Mondom, gyere már ide, köszönjél meg, hogy csávon. Ez a nagy darab, egyébként világi rendes srác.
felállt, és mondom neki, hogy mondjuk bonjour. Bonjourno! Megállt. Bocsánat. Oké, és már el is ment. Hát mondom, gyerekek, ilyen a mesében nincs, még a targoncás mi akart dugni. Tehát én már nem tudom egyébként, hogy hova megy ez a világ. Nem tudom egyébként, de azt én most én ilyen ézéknek nézek ki, nem tudom, szerintem. Vagy leveszed rólam, hogy én meleg vagyok, vagy hát nem tudom egyébként, nem beszélek semmi kényesen, vagy bésen. Hát ez van, bepróbálkoztak a pasik, nemet mondtam nekik. Szerintem egy dolog, amit az életemben soha nem fogok, vagy nem próbáltam ki, nem fogom megmenni. Azért mondtam el, hogy a nagyvilágban számíts ilyenekre, erőszakoskodni ezekkel az emberekkel. Nem kell, maradjon egy jó poén. Nos, el is készültem a mai reggelimmel, amit egyetlenül Pest elkészítettem. Ugye ennek a neve legyen akkor a tűzoltók reggelire, ha már nekik ajánlottam. Teljesen egyedi új recept, de mondom, tehát ebben semmi ördöngőség nincsen. Én nagyon tettem most még rá egy pici sót, borsot. Azért nem jó ezt előtte rátenni, mert a sótól is nagyon el tudnak nedvesedni, tehát levet engednek a zöldségek, és a végén egy ilyen leveses valami lesz, nem szabad rátenni, csak a végén, amikor magadnak készíted, meg egyébként is ez egyén függő, hogy ki mennyit tesz rá. És úgy döntöttem, teszek rá egy pici tejfölt még, szokásos harisszával elkeverve, szinte biztos, hogy jó, ettől még tüzesebb, még pikánsabb lesz a dolog, úgyhogy paradicsom vonalatta, tehát úgymond ez paradicsom ágyon van ez a kolbászos, hagymás, csicseri borsó. Szerintem elég lesz reggelire, de mindjárt elmondom, hogy sikerült. Oké, ez úgy gondolom egy remek reggeli volt. Nagyon összeillettek az ízek, nem volt egyik sem tolakodó, tehát nem vittem el egyiket se nagyon az egyik irányba, például a kolbász, vagy hagyma, vagy stb. A csípősség irányába. Nagyon ajánlom, hogy próbáld ki. Aki fogja nézni a receptjeimet, vagy a sorozatot, az sokszor fog találkozni majd így a csicseri borsóval, ugyanis van ebből leves, főzelék, saláta, nagyon sok oldalú kaja. Próbáld ki, ha még nem etted, egy igazán, nem is tudom, egy nagyon fura ízű, de nagyon jó ízű étel, amit nagyon jól lehet fűszerezni, variálni, szóval még a főzeléket is lehet belőle csinálni, szóval rengeteg mindent, és mellette nagyon jó szénhidrát forrás, jó szénhidrát forrás, úgyhogy ez úgy gondolom beindította a napomat, 9 óra 30 van, még szürcsölök egy kávét, és elindulok Hollandiába. Elérkeztem ide a benzinkúthoz. Nagyon ritka egyébként, hogy én benzinkúton alszok, bár most emberi idő van még, tehát este 6 óra. Mindjárt megnézzük, hogy mennyire van hely, mert így azért hétközben annyira ez nem probléma nekem, hogy be kell jönni. Hát a hétvégét az biztos. Na ugye itt nekem a zártsága, a bezártsága van a problémám, de most így hétközben mindegy a dolog. Estén már nem szeretek bejönni. Ami fennakadás kezdődik. Hát ide be lehetne csavarni, és szerintem Lacik az be is csavarja. Megállni tilos van, de ez engem túlzottan nem érdekel. Még azt nézem esetleg, oda a sárga villogós mögé lehetne. De szerintem én teljesen jó vagyok. Úgy állok be, hogy szerintem ennyire. Mert az a baj, itt este be fogják állni, és hogyha nem, nagyon rámegyek, nem fogom tudni kihúzni, mögém is beállnak nullára, és akkor abból balhé van. Itt mindenhol lesznek kamionok, de majd ezt megmutatom nektek holnap, jó? Úgyhogy egyenlőre ez a dolog én szerintem itt maradt, úgyhogy kezdek bele a főzésbe, lássuk miből élünk. No, kezdjük akkor a mai főzést, én már előkészültem egész pontosan, hát 20 perc ment el itt az előkészületekkel, szőnyeg ismét betéve ide oldalra, és kicsit ismét szétpakolva. Sajnos egyébként, aki ezt furcsálja, hát ugye azért itt nekem most kapásból három ételhez kell szétpakolni, tehát ugye ilyenkor én kiteszem egyébként, ebben például csak fűszerek vannak, ott ugye a szemetes van, és lényegében ennyi. Na tehát a mai első menü egy nagyon egyszerű zöldségleves lesz. Ajánlom mindenkinek figyelmébe, nagyon gyors, ugye én a
a zacskós kajákat, ezen belül is ezeket a kínai gyors tészta, meg mit tömiket, ezeket nagyon-nagyon el kellene felejteni. A legrosszabb variáció, ami csak létezik, tehát nagyon egészségtelen, nagyon rossz tönkre teszed az egész fogadat, azon kívül nem is tehát műanyagot eszel lényegében. Tudom, hogy sokan úgy vannak, hogy jó, hát 20 perc alatt megvan, beöntem, de figyelj, de ez hosszú távon nem fog működni, na mindegy. Én így látom, ezt majd te eldöntöd. Hát én inkább úgy vagyok vele, 3 sárga lépát pikpak felszereteltem, dobtam bele 2 egész fokhagymát, egy fej karolábét ugye megtisztítottam, ismét ugyanolyan nagyságúra, mint a sárga lépa megtisztítottam, vagy felszereteltem. Tettem bele egy zöld chili paprikát, mag nélkül, egyelőre még nem morcosítom a dolgokat, ugye ebből el kell használni, rám romlik, valami pirosat szerintem fog beletenni, szeretem, hogyha ez csípős az az étel, de ezt rád bízom. Hagymát, egy fej hagymát azt felaprítottam, olívóolajon fogom megpárolni, azt mondja, ebben van még petrezselyem, és lényegében ennyi lenne, ezen a mi zöldség levesünk, ugye jön a tél, és jó ilyen vitaminos dolgokat enni. Ezt fogom majd tárkonyosan, illetve tejföllel tálalni, de ne szaladjunk előre. Először is megpárolom a hagymát, egy kicsit megpirítom, utána pedig megpárolom a zöldségeket, és immáron nálam van egy cserszegi fűszeres magyar fehérbor, természetesen száraz, és íme itt a pohárkám is. Közben készül nektek a 11. rész az oktató videókból, szóval úgy minden egyszerre alakítom a dolgokat, egészségetekre. Na nézzük, hogy állunk a dologgal. Tehát a hagymát egy picit lepirítottam, azután beletettem a zöldségeket. Jobban mondva először, tehát lepirítottam a hagymát, és tettem hozzá piros paprikát. És én így szoktam egyébként ki, hogy gondolja. Az olajban a piros paprika jobban oldódik, tudtam ma. És tehát ha utólag teszed bele, akkor nagyon szemcsés lesz, ott lesz mindig a levesnek az alján, ezért jó az elején beletenni. És azután tettem bele a zöldségeket, egyenlőre egy pici só van benne, dobtam bele egy chili paprikát, egy ilyen morgósat, nem vágom szét, mert azért eléggé izmos, pluszba dobtam bele egy pici petrezselymet, majd felöntöttem egy pici vízzel, hagyom egy picit párolódni, bár jobb lenne ugye fedő alatt párolni, de most egyenlőre az így készül, és mindjárt felengedem, majd vízzel beleteszem a zöldségleves kockát. Jobb, mint a tyúkhúsleves kocka, legalábbis ehhez a leveshez, én jobban ajánlom, majd teszek bele tárkonyt. Az, hogy igazából te most mikor teszed bele a tárkonyt ebbe a levesbe, az a jó, hogy kapásba két irányba viheted el. Sőt, 3. Egyszer csinálsz egy ilyen natur zöldséglevest. Nagyon jó. Még tehetsz vele ízlés szerint akár borsótól kezdve, ami neked szimpatikus, gombát, mit tudom én, zöldségleves lényegében. Azután ezt csinálhatod úgy, hogy tejföllel. Lesz belőle egy ilyen tejfölös, majdnem, hogy hát még azért nem raguleves, ez még egy ilyen tejfölös leves. Tehetsz bele csirke mellett, akkor már van benne fehérje is, az is nagyon jó. És tehetsz bele tárkonyt, akkor viszont már elmegyünk, majdnem ez a tárkonyos raguleves irányába elmegyünk. Ízre nagyon jó, én jelenleg ezt a változatát készítem el, mert nagyon, nekem ez nagyon bejön ez a tárkonyos dolog. És megint csak majd ugye estére ezt kint hagyom, és holnap reggel fogom eltenni, és lényegében ugye 2 napig engem ezt szolgálni fog ez a leves. Nagyon frankó, gyors, olcsó, jelenleg 35 perce készül. Hát igen, tehát egy ilyen főzésre, gondold el, most rászánok 2 óra hosszát, azért, hogy 2 napig semmi gondom ne legyen a főzéssel. Megéri, vagy nem éri, ezt eldöntöd. Egy gyors leves kocka is, hogyha, vagy zacskó leves, azt hiszem szerintem az is nagyjából egy óra, mire elkészül. Hát akkor most miről beszélünk? Na közben alakul a leves, nagyon szép színe van, viszont ugye, hogy haladjunk is, mert már 57 perce készítem itt az ételt. Elkészítettem a vapsalátát. Na egy picit megszenvedtem vele, tehát nekem ez nem volt receptem, én bevallom, nem nagyon csináltam még egyébként bab salátát. Annyit tudtam, hogy most nem akarom beletenni a kolbászt, hogy ott van még az a drágább kolbász, amit megkezdtem. Nem akartam beletenni, hogy ez ilyen túl snasz, túl általános. Na végül úgy döntöttem, hogy a maradt abból a lilahagymából,
vékonyan felszeleteltem, felapróztam, azt először összekevertem vele, megkóstoltam, ez így teljesen natúr sem íze. Azután jött bele egy pici kígyóborka, egy darab paradicsom, még mindig semmi íz, ugye kellett bele valami fűszer, így jött bele egy pici bors, só, tettem bele, ismételtem fetasajtot, megint nem adta annyira, olyan, nem tudom, nem volt az semmilyen olyan intenzíve íze. Jó, tettem bele egy picit ebből a sárga chili paprikából, ezt tudja, de egyébként ezek ilyen erősebb paprikák, tehát tényleg szinte hajszál vékonyan leszeleteltem, ugye hát késjelező az van nálunk, úgyhogy egyébként ajánlok is neked ilyen minőségibb késeket, tehát nem ez a műanyag nyeles kések, hát azért az jó, persze, hogyha nem futja, de próbálj ilyen egybenyelű késeket, tehát ezek a bikák, de erről majd mindjárt még beszélek a késekről. Tehát ezt szépen leszeleteltem, és akkor beleaprítottam, megint nem adta. Tehát valahogy még mindig nem volt jó. Na akkor úgy döntöttem, hogy nyúlok a tutihoz. Annyit tudtam, hogy a csípősebb irányba akarom elvinni, ugye most csípős ízekre vágyok még továbbra is. Jött megint a tejföl, ez a tejföl az nagyon finom egyébként, és akkor kevertem hozzá még harisszát megint. Alakult, de még azt mondtam, hogy mindig nem az igazi, na és akkor jött a slusszpoint, hát csak bele kell tenni valami kis füstölt, 10 jött bele ez a füstölt, hát nevezzük szalonának, hogy aminek akarod. Tehát végül is én erre jutottam, majd talán próbálgatok még, azért sok babsaláta van, ugye hát sok azért, hogy tésztába készül, tojással, majonézzel, hát azért ebben a világban nem megyünk el, legalábbis én most nem akartam ekte nagyon szénhidrátosodni. Szerintem jó lesz. Oké, de ezt majd holnap kicsit hagyj érjen össze. Egyenlőre most tetszik az íze. Jó, nem az a felrobban az arcunkban, de olyan jó. Jó, tehát egy frankó reggeli, én szerintem meglátjuk, hogy magába, de szerintem az eléggé magába, az eléggé tömény. És készítem akkor még a levest, utána elmosogatok, és akkor kezdem a csirkét. No, elkészült közben a levest, egy törölközőre oda félre van téve. És akkor elővettem a grill serpenyőt. Én úgy döntöttem most a csirkemellből, két változatot csinálok, aztán most már lesz itt annyi kaja. Ugye a babsaláta, a leves, kétféle csirkemell, lesz mit enni. De egy kiló csirkemellből nem tudok annyi mindent csinálni. Egyelőre én úgy gondoltam, hogy az egyiket simán grillezem, és felgöngyölöm. Ez sima magyaros fűszerkeverékkel be lesz fűszerezve, és akkor akár a babsaláta mellé, akár csak menet közben bármikor elő lehet kapni, kis felgöngyölt kis tekercsek, mint a kis sushi. Ezzel most én belebonyolodhatnék, hogy kis sonka, esetleg sajt, vagy valami, akármit még teszek rá, nem. Maradjunk a natúr dolgoknál most, jó. Van itt ez a fokhagyma, erről már szerintem beszéltem nektek, nagyon ajánlom mindenkinek, csak annyi, hogy vágd le a végét, levágod, így dobd rá, vagy tedd be a sütőbe, amikor sütik a húst, akár egybe, mondjuk alufóliába betekered, és a végén levágod az alját a fokhagymának, és ki lehet nyomni, egy ilyen krémes fokhagyma lesz lényegében belőle, de elveszíti azt a tömény erejét, és nagyon finom, akár kenyérre, akár magába, ez nagyon frankó lesz, én most magába akarom majd megenni. Úgyhogy lényegében, tehát ez a grill serpenyő, ugye ez egy ilyen drágább serpenyő, és ebbe én bele fektetem is simán a vékony szeletre szeletelt csirkemelleket. Hát ezek ilyen, tényleg ilyen vékonyak. Semmi dolgunk nincsen vele. Nem fog oda tapadni. Ebben a serpenyőben egyébként bele lehet szeretni én. Tudjátok, hogy nekem vannak dolgaim, tehát ilyen mindenféle felszerelés. Semmire nem vigyázok annyira, mint erre a serpenyőre. Ez mindenek előtt van. Ez nem tudom, még az autómra sem vigyázok úgy, mint erre a serpenyőre. Nagyon-nagyon érdemes megvenni, nagyon ajánlom egyébként. Nem tudom, hogy egy olcsóbb változata az hogy működik. Ez a drága változata, tehát egy ilyen 30 ezer forint nagyjából, ez hát nagyon-nagyon király. Jó, persze nem egy ilyen kamionból való dolog itt összekarcolódik, vagy valami, de én tényleg ezt az egyet tárolom mindig ugyanabban a kis tasakjában. Nagyon frankó. Ezt lényegében szinte most is csak én kipróbáltam a rántottát, ha megcsinálod bele, így fogod és így kiveszed a rántottát. Tehát annyira tapadásmentes, annyira jó. Nem adja meg ekte persze azt a grillezett ízt, amit te akarsz, mondjuk egy faszélen grillezni, na persze. De akár mondjuk egy angol reggelit ugye grillezni benne, gombát, paradicsomot, stb. Nem csapkod. Itt nincsen semmi, tehát én ezen csináltam egyébként nagyon sokáig az ételeim, mert csak mondom, ezt most otthon felejtettem legutóbb. Tehát mostantól kezdve vele nagyon sokat fogsz találkozni, én az olajat igazából nem használom, azzal is, hogy a kalóriát csökkentünk. Úgyhogy egyenlőre ezt én most kisütöm,
szépen átfehéredik, nagyon frankon, befűszerezem, és akkor felgöngyölöm majd. Na most a következő étel, tehát a maradék fél kiló csirkemellből, hú, kimondani is sok, ezt majd így megenni. Na de hát, így volt otthon. Egy tikka masala lesz. Na most én nem nagyon eszek egyébként ilyen szószokat, de amikor valami híresebb ételt akarok megkóstolni, én először veszek egy ilyen minőségibb szószt, tehát ez egy, tudtam, hogy ez egy indiai étel, és eléggé híresnek mondható. Tehát és hogyha nekem bejön az ízvilága, akkor én nekiesek a saját kezűleg elkészíteni a szószt. Úgyhogy ezt majd most elmondom, hogy mennyire frankó. Én nagyon sokat láttam erről, ahogy készítik magát a szószt, és régóta tervezem. Itt van velem, nem teszteltem még. Na, eddig tikka masala, mert hogy haladunk ismét a világkonyha felé. Egy kis magyar, egy kis ilyen, egy kis olyan. Mindenféle. A csirkemen, mint láthatjátok, nagyon szépen grilleződik. És ha kíváncsiak vagytok rá, tehát látjátok, ez semmire nem takarul egyáltalán, csak magamat meg ne égessem. Hát még ugye nem kapott szép szint, tehát ennyi. Semmi nem ég oda egyáltalán. És íme, csapkodás, szagmentes, olajmentes, ahogy kértétek, hogy sokan csodálkoznak, ugye, hogy hát a fülkében nincs büdös. Hát íme, ezt teszteld le nyugodtan otthon. A kajaszagnak innentől kezdve vége. Persze, amíg főzöl, addig van egy pici kajaszag, persze nálam ablakok lehúzva, de egyébként higgyél nekem, semmi. Nulla, egyáltalán nuku. Nos, belekóstoltam ebbe a tikka maszalába, nyilván ugye én belekeverem itt valamit a csirkébe. Eléggé, igen, tehát ilyen indiaias fűszerű, vagy fűszerekkel van tele ez a cucc. Nem mondanám, hogy kedvencem lesz. Én azt mondom, egy papadámmal, tehát ezzel a roppanós kenyérrel egyébként érdemes kipróbálnod. Eléggé, mégis jó lehet. Éppen, de valahogy úgy kívánja mellé az ember a köret, tehát nem tudom. Valamilyen köret alapból kellene hozzá. Viszont eszembe jutott, van nekem egy cucc, de most nem fogok belőle igazán enni, mert azért ez hizlal. Csak azért vettem, hogy megmutassam nektek. És ez egy andalusz szósz. Nagyon fontos, csak a belga ad is. Én nagyon sokat, mikor ezt megkóstoltam, gyerekek, azt mondtam, én ezen akarok élni, hogy ez mekkora király. Egyébként egy ilyen belga aldi mellett található húsboltban vettem egy andalusz szószt. Kimentem, megkajáltam, mert nem volt olcsó, mert egy ilyen kis kehelyben voltam, 5 euró, tehát elég drága volt. Megkóstoltam, azt mondtam, na várjál, mondom, ez mi volt, mondom, ez nekem kell. És hogy bementem az Aldiba még egyszer, és akkor megláttam, hogy van ilyen. Megkóstoltam, ugyanaz, nagyon frankó receptet, én nagyon sokat, tehát hetekig kerestem a receptet, nincsen recept. Fentanettem, vagy legalábbis ezt az ízformát közel, meg se tudtam közelíteni. Árulják Franciaországban is, köze nincs hozzá, tehát, vagyis hát így néz ki színe, de nagyon nem jó. Ráadásul vettem egy akkor nagy flakonnal, szóval dobás lett belőle. Úgyhogy nem jó. A belga adicsot próbált ki, andalusz szósz, 1 euró. Jó, tehát ilyen sima natúr, ilyen grill csirkéhez, sült húsokhoz, ez otthon. Ha akarsz egy kicsit királykodni a haveroknak, akkor kis tányérba kiteszed, hogy te csináltad esetleg. Ennyi hazugság talán még belefér, csak úgy felvágják. Garantálom neked, mindenki a receptjét akarja majd. Annyira van benne, édesanyám, és leültünk, hogy megkóstoljuk, hogy mi ez. Annyira ő is azt mondja, hogy ilyen mögöttes íz van benne, de nem tudjuk pontosan mi. Olyan nagyon jó. Ennyi. Jó? Ezt nem tudom most ebből mi lesz. Egyenlően kisütök mindent, legyenek ilyen natúr csirke, mert hát a felgöngyölés nem fog menni. Ezzel már rájöttem, ehhez egy kicsit rugalmasabb valami kellene. De majd fogunk itt majd göngyölni is bőven, mert vannak azért ilyen kajáim is. Szerintem azt én most kisütöm, aztán másfél órája csinálom, most egy kicsit belehúzok, majd lesz vele holnap valami, egyelőre tegyük el, így már nem fog megromlani, így kicsit tovább is bírja. Na, beszéltem itt nektek az előbb a késekről, egy pár apró tipp legalábbis, hogy mi alapján veszel kést, egy ilyen, hát ha veszel drágábbat, én kicsit a németnek vagyok a híva, a német kések, nekem az nagyon-nagyon bejött.
vigyázz, nem feltétlenül az a jó márka, sőt nem az a jó márka, amit a tévében látsz mindenhol, az a jó márka, amit utána olvasol. Hát persze egy ilyen sévkés, egyébként én megnézegettem, én nagyon sév, vagy kés mániás vagyok, hát olyan 40-50 ezer forint egy darab kés. Tehát igen, tehát hogyha azért jót akarsz, akkor az ott kezdődik, vagy használnám, ott kezdődik, tehát ott vannak az árak. De egyébként ilyen 10-15 ezer forint körül már elég komoly késeket tudsz vásárolni. Ez egyébként attól függetlenül, hogy ez kerefúros kés, tehát ez egy drágább fajta. Elégedett vagyok vele. A lényeg az, hogy amikor megfogod, tehát ezt jól lepróbálni, hogy amikor megfogod, neked ez frankon kéz rájön mindenféleképpen. És különféle kések vannak, de nem is, most nem is megyünk bele ebbe, nem is ez a lényeg. Azon kívül, hogy ugye élező az legyen nálad, tehát ez, hogyha azért kiköltözöl, úgymond így a kamionba, akkor élező az mindenféleképpen. Tehát ugye ezek a kis késélezők vannak, és azért így egy-egy vágdosás után érdemes ezt mindig rájelezni. De még mindig nem ez a legfontosabb, nem ez volt a mondani valóm, hanem én a kezdő, tehát mindig amikor az én hibám volt tanulva, tehát mindig néztem, hogy miért életlenedik ki az én késem. Azért, mert vágódeszka. Tehát neked vágódeszkán vágunk késsel, tányéron, porcelán tányéron, azt felejtsd el. Tehát azonnal tönkre vágod az egész késet. Tök mindegy, miért veszel, az kész, azt tönkre fogod cseszni. Illetve a késeket nem tároljuk ömlesztve. Ezért vannak késtartók, én is egyébként külön tárolok mindent. Tehát úgyhogy nincsen semmi, ez nem ér a kés. Jó, tehát ez erre figyeljél. De a vágódeszka lenne végül is a legfontosabb, egy normális élező, és én szerintem figyelj, érdemes, ha csak egy kést veszel, nekem igazából kettő van, egy kisebb, meg ez a nagy. Elég jó, tehát amikor azért tehetősebb vagy, most azért mégiscsak én úgy gondolom, hogy nem akarok mindig elmenni ebből, hogy most pénz. Jó, persze idekint több a pénz, de figyelj, egy kamionos azért keres 3-3-50-et, tehát nem menjünk már el abból, hogy most jó, egy 60 ezer forintos fizetésű, mit tehet meg egy kamionos. Én szerintem azért, aki nincs úgy eladósodva annak, azért nem kellene ezzel nagyon foglalkozni, azt szerintem bőven megtehet ilyen dolgokat, de nem a kés a lényeg, ez a serpenyő, ajánlom, tényleg vegyél egyet, nem is ilyen drágát, de nem bánod meg, ezt garantálom neked, hogy imádni fogod. A tisztítását Jamie-től tanultam, akár egy kis citromlével fellocsolod, és azt akár még szósznak is használhatod. Ahogy Jamie előadta nekem, bevallom, annyira azért az nem lett akkora hűde nagy pukkanás, de tény, hogy ezt a serpenyőt tisztítani, ezt most meg is fogom mutatni. Jó? Tehát nem megyek bele, nem szeretek így férdumálni, mindjárt megsül a dolog. Hát, még ott van fél kiló. No, elkészült a csirke, tehát semmi, egyszerűen befűszereztem sima magyaros fűszerkeverékkel, és ugyancsak itt a grill serpenyőn kisütöttem a maradék fél kilót. Egyébként, tehát akkor mára egyébként annyi volt, megettem, hogy 3 darab csirke. Hát, én nagyon vékony csirke, mert nem tudom mennyi volt. 200 gram körülbelül. Eléggé hőálló ez a, sőt ez hőálló ez a táló, úgyhogy ne nézd, hogy miért teszem bele a műanyagba, azért mert ez egy... Megint csak a német minőség, igaz? Ez baromi jó ez a tál egyébként, annyira minden, elnyeli a hőt, tehát nem jön át még a meleg se, annyira brutál király. Imádom a minőségi dolgokat, nem tehetek róla egyébként. Na nézzük akkor, hogy is néz ki ez a dolog. Hát a fokhagyma, egyelőre lehet, hogy nekem ez csalódás, nem tudom, hogy elkészült-e, nem. Tehát ez alufóliában jó, hát éme. Ez szerintem nem, tehát kijön, azzal nincsen probléma, de ennek nem jönnek, ennek rémesnek kell lenni, ez kemény, tehát ez így. Én most ezt, hát nem is tudom, megkóstolom. Igen. Veszített az erejéből, de én most nem eszem meg, mindegy, benne volt egyébként az ereje. Tehát az íze benne volt. Na nézzük akkor ez a serpenyőt, hogy olyan kell törölni. Na most ekte így, ebben a formában, hogy rajta vannak ezek a finom szemcsik, így nem kezdjünk el törölgetni, igaz? De azért annyit megmutatok nektek, hogy lényegében... Tehát ez így... Hát akár egész nyugodtan így simán ki lehet törölni, de... Ez viccen kívül működik egyébként. Ha még te nem próbáltad volna, csak tévéből láttad esetleg... Hát a hirtelen megtalálom... Akkor mutatom nektek. Nem tudom, miért zártam el alatt a gázt, de ha vársz egy pillanatot, akkor meglátod, hogy nem csak a nagyoknak működik ez, hanem a kicsiknek is. Igen. Új rózsám van egyébként, ha még nem mondtam volna. Jó, és az a lényege, hogy fogod is. Hát mi nem pazaroljuk a citromlevet, picit így meglucsoljuk, jó?
mutatom nektek, hogy mi történik. Egy picit felmelegedik, látod, elkezd egy picit füstölni. Hát füstölni ugye a nedvesség. És lényegében, srácok, szinte ha most nagyon izé lennék, tróger, akkor kis ezt kellene szánom elmosni. Szerintem a felvétel ez nem adja vissza, hogy mi történt itt a serpenyőben. Ez lényegében teljesen hekte felhigult. Hát ez így most már csak ilyen barna cseppek vannak rajta. Mutatom nektek. Íme. Tehát így ki tudod törölni. Ha még egy picit vártunk, mondtassék. Tehát ilyen egyszerű egyébként, de egyébként persze a serpenyő is kell hozzá, hogy jó legyen. Tehát a citromlé, ezt azt akartam megmutatni ezzel, hogy tényleg működik. Jó. Na, én kiszállok, elmosogatok, akkor íme, tehát a mai nap kereken 2 óra alatt van egyszer egy zöldséglevesünk. Hát az, hogy 2 napig, de szerintem 2 napig elég lesz. Van egy babsaláta, itt van akkor majdnem még 1 kiló csirkemel. Mindössze 2 óra telt el a pihenőmből. Na most ugye arra kíváncsi lenni, hogy most akkor ez a csávó mennyit alszik. Tehát jól látod a dolgot, igazából én hozzászoktam ahhoz, hogy 5-6-ot. Ugye a futások miatt nekem muszáj volt, egyáltalán nem vagyok álmos, tehát nekem még tenni kell be South Parkot, meg kell nézni 2-3 részt, hogy még elaludjak. Általában az a 5-6 óra az nekem bőven elég egyébként, fel vagyok annyira pörgetve, hogy elegendő. Úgyhogy elmosogatok, csúcsonok egy picit, és akkor ugye pont 9 órában, de hogyha picit esetleg nem is bírnék felkelni, akkor 9 óra 15 percben el fogok indulni, és megyünk Svájcba. De ezt holnap folytatjuk. Itt vagyok egyébként már mindjárt a határon, 9 óra van, és 40 km, 15 percet megálltam. Úgyis ki kell, azt megyek még egy 45-ös, tehát így akkor egy 15 percest előre már kiveszek, és megreggelizek. Ezt a babsalátát vettem elő, gyerekek, nagyon jól került, tehát nagyon finom. Tettem alá egy kis paradicsomot, annyit, hogy egy picit lehet, hogy a hagyma, illetve a chili, meg még a harissa miatt egy eléggé csípős lett. Hát szerintem hagymából kevesebbet tegyél bele, vagy tehát, hogy óvatosan, amit már mondtam nektek, hogy az ízeket azért ne vigyük el az egyik irányba, avagy kevesebb harisszát, tehát, hogy óvatosan a dolgokkal. Egyébként ajánlom, és íme egy jó szénhidrát ismételten, úgyhogy ezt be fogja robbantani itt a napomat, tehát most 9 órakor megreggelizek, iszok egy kávét, hát most igen, most nem török teázok, mert arra mostanában nekem nem volt időm, vagy lehetőségem, úgyhogy ezt megkajálom, és akkor tűzzünk tovább Svájcba. Most elérkeztünk a péntekhez, és rögtön egy kis kavarodással kell, hogy kezdjek. Nekem annyi volt megadva tegnap, hogy ugye vegyem először a pihenőt, mától, ugye a Svájc, ezután a svájci dolog után percre pontosan mindent nagyon szigorom, ugye eddig én szabályosan dolgoztam, de az, hogy most 10-15 percet tovább mentem, engem az annyira nem érdekelt, eddig. Mostantól mindent szigorúan nézzük. Jó. Mondta nekem tegnap itt a srác, akivel meg van adva nekünk, hogy kivel kell beszélni. Azt mondta, nagyjából 4 órakor, 5 óra van, vegyem fel ezt a pótot, amit én most leteszek. Jó, és én vagyok a H3-as sofőr. Oké. Hát reggel 4:30-ra akkor volt meg a pihenő, megtankoltam, stb. Ide jövök, nézem, azt is mondom, hát ez a pótkocsi félig van. Plusz nézem a papírokat, se CMR, csak ilyen paklista, és azon viszont azon, hogy H4. Viszont a rendszám az, amik most már rajtam van. Na, azt is mondom, hogy valami nem kóser. Na, hát bementem az iroda izébe, a lágerbe pont még megy haza a csávó, mondja, hogy hát elnézést kér, meg hogy fáradt volt, meg stb. Valamit összekavart, meg kutyult, meg mit tudom én, úgy mondom. Nem nagyon értettem, mondom mindegy a dolgot, hogy Hollandiában vagyunk, de azért beszélt németül. Jó. Végül, tehát az a lényeg, felvettem ezt. Annak a pórkocsi rendszámával, de az én H3-as izémmel, jó, oké, mindegy. Kavarodás az jól kezdődik így hajnalban, plusz egy 40 percet veszítettem is, mire leakasztottam, feltettem, megcsináltam, jó. Azután, tehát akkor most elmegyünk Párizsba, mielőtt elindulnánk, először is köszönöm szépen, hát én már a ex kollégámnak az asztalt, akitől kivettem ezt a, vagy kivettem az új lakásomat. Tehát én költözök be a helyére, és ő adott nekem egy dafos asztalt. Bár nem vagyok hívva az asztalnak, ugye, mert elég nagy látóteret kitakar, de egyenlőre betesztelem, hogy milyen. Tehát akkor sem végül is nem teli be hosszú, tehát azt a végét még jobban látom. Tehát mától van egy ilyen kis asztalkánk is, de nem én vettem.
Jó, papírok megvannak. A másik nagyon ajánlom figyelmetekbe, aki esetleg nem használ termoszt. Termoszt ebben 4 adag kávé van, vagy teát tudsz beletenni. És így nem kell megállni főzni, vagy ugye kávégépeknél nem kell pénzt dobálnod. Mert jó, 40 cent, azok a 40 centeket összeszámolod egy évben, hogy mennyit költesz erre, akkor teljesen ugyebár felesleges kiadás. Én is elég sok pénzt elszórtam erre. És így viszont, hát nem is menet közben, de egy dugóba is öntesz egy kávét, és már lehet is tovább csattogni. Nos, az étkezésben egy picit el vagyok itt maradva. Én önmagamban teljesen elégedett vagyok ezzel az étkezéssel, amit eddig most tartottam. Látjátok, egyébként december van, aztán itt a biciklivel jönnek ám a hollandok. Szóval elégedett vagyok vele. Tegnap igazából megettem egy ekkora adag kolbászt, 170 g volt. Ma ugyancsak egy ilyen 170, ennek a másik felével egy 170 g-os kolbászt nyitottam reggelire. Annyira kívántam, hogy nagyon. Az a baj a kolbászatról, hogy elkezded enni és megeszed. Nem ettem mellé te semmi, se paradicsom, se uborka, semmit, a kenyér meg ugye az főleg nem. Tegnap volt még, azt mondja, hogy a levesnek a fele, tehát tegnap kezdtem el enni, ugye kedden csináltam, kedden este, szerdán nem ettem belőle, tegnap ettem meg az egyik felét, ma délben megeszem a másik felét, a zöldséglevesnek, illetőleg a csirkemellből maradt még egy ilyen 200 g, azt tettem még meg, ezzel kihajintjuk a szerelvényt. Szóval így elégedett vagyok vele. Ránéztem egyébként közben a súlyra, hogy azért nagyjából lássam, hogy mi újság van, semmi változás egyenlőre. De mint mondtam, ezen nem szabad fennagódni, vagy aggódni. Megint ugyebár este néztem rá, ugyanannyi voltam, de dekára pontosan ugyanannyi. Bár ez már biztos igaz, látjátok, tehát, hogy hiába eszek ilyen sültöket, meg kolbász, meg egymást. Jó, persze nem 5 kg kolbászt eszek meg, de az a lényeg, tehát hízni nem híztam tőle egyáltalán. Jó, persze 2-3 nap alatt nem is fogsz egyébként. De én annól már próbáltam, és nincs vele semmi, de semmi probléma. Na viszont ez az hét eléggé unalmasra sikeredett, tehát nincs úgy semmi. Tényleg jöttem, mentem, ezt a lakást intéztem, sajnos a futás, na az nagyon kimaradt. Nem tudok vele mit csinálni, srácok. Tehát ez a hét, ez ugye először betett a svájci, utána a lakás, úgy nem meg ez, tehát hajnalban, szóval nem most ez egyenlőre nem megy. Tehát erre nagyon-nagyon át kell álljak. Ez a nemzetközi egyébként valóban egy picivel nehezebb a helyzet, meg ugye az, hogy igen, tehát azért megyek eléggé rendesen. Talán munkaidőben több a meló, mint mondjuk Németországban volt, vagy ott jobban megvolt oda a lehetőség. Itt megvan az, hogy esetleg hétvégén sem fog sikerülni, míg ott biztos mindig sikerült. Jó, semmi probléma, meg fogom oldani, a hétvégét azt nem hagyjuk ki, tehát az addig mindig sikerült, tehát az legalább a szinten tartás, vagy egy pici fejlődés az marad. Úgyhogy csavarok lefelé Párizsba. Jaj, annyit, hogy tettétek már hozzá, hogy Svájc van, azt mondta a svájci rendőr valahol, egy picivel volt magasabban a navigáció, azt mondja, vegyem le. Ezt vegyem le. És mondom, ugyan miért? Mert ott az nem lehet. Hát mondom, azt tudod, hogy navigáció alapján megyünk, igen, tegyem, ide tegyem valóra, jó? Mondom, majd a kormány mögé fog majd hajolni, hogyha rá akarok nézni, hülye. Nem vettem le. Hát menj már, mondom, a fenébe most már. Olyan hülyeségeket tudnak kitán hallod, hogy eszméletlen. Érted? Szóval ez a svájciban nagyon vigyázzál. Tehát, hogyha tele van neked itt pakolva mindenféle szemét, nem szemét, tehát ilyen kabalával, meg mit tudom, mivel, hogy úgy kell kilátni, mint a dzsungelban, meg zászlóhegyekkel így, jobban jársz, hogyha leveszed, mert ilyen idióta. Olyan, mint az angol, hogy az se szereti ezeket a zászlókat. Hát én úgy tudom, még talán még az asztalért is szól az angol. Mert hogy hát így van. Tehát a szélvédődnek van ugye egy területe. Hát ennek a területéből ez X, nem tudom, mondok egy példát, 10%-ot kitakar. Ezzel egyetértünk, így van. Ez neki le van írva, hogy ezért jár X büntetés. Nekem ezt annól elmagyarázta, bár akkor zászló volt kitéve, de ugyanennyit akar ki körülbelül. És 2000 fontra akar büntetni. De tehát csak ott úgy akar büntetni, ha nem szedem le. Hát jó, persze leszedi az ember. Jó, és akkor megjegyeztem, megígyeztem, hogy ne csodálkozzál tényleg, hogy aki nézi egy sofőr életét, hogy ilyen hülyeségekbe tudnak az emberek belekötni, és az ember így tud felrobbanni egy idő után. Hát na! A sok pénzért, igaz? Tűrni kell. Ez van, na, haladjunk Párizsba. No, eljött a péntek, 9 óra van, de ugye mivel korán
indultam, és ugye reggeliztem reggelire kolbászt, majd ilyen kolbászos napot tartok, vagy legalábbis délelőtt. Egyébként, ha ilyen kajákat teszel, azt még azt javaslom neked, hogy esetleg ne pont éjszakára, hanem inkább reggelre, vagy délelőtt tegyél. Én most savanyú káposztával eszek körülbelül egy ekkora szelet kolbász valami felkarikázva, megint csak ugye minőségi kolbász, így már a harmadikat is megkezdem. Kettő már elfogyott. Most már picit óvatosabban kell lesz, mert azért szeretném majd ételekbe is belecsempészni. Hát egy ilyen a kolbász az ember elkapja a hív, aztán benyomja itt hirtelen az egy kilót. Úgyhogy lényegében ennyi lenne a 10 óra, utána pedig van még 137 kilométerem Párizsig. Addig is agyalok, hogy mi lenne a következő menü, mert hogy délre még van a leves, viszont estére már valamit ki kellene agyalni. Ezen a káposzta vonalon egyébként most elindulok, csinálok egy salátát belőle. Az nálunk karácsonyra szokott lenni, minden karácsonykor van ebből ilyen reggelire, van egy ilyen piros aranya, hagymával, tojással készített salát, hát nevezik salátának. Nagyon finom, nekem nagyon ízlik, úgyhogy egy kilónyit fogok belőle megcsinálni, vagy majd még meglátom, jó, hogy hogy adja. Az is lehet, hogy teszek levesbe, nem tudom még. Még gondolkodok, mi legyen, hogy legyen a hétvége, de valószínűleg ezen a vonalon megyek most tovább. No, van egy párizsi címem, nem egészen egyszerű, megnézzük, illetve megnézzünk egy ilyen párizsi délután, pont 4 óra lesz, 6 perc múlva. Kezdődik lassan a csúcsforgalom. Szerencsére én már a körgyűrű, tehát az északi körgyűrűn vagyok, és ezen a részen lényegében innen már nem sokat kell menni kifelé, és már megszűnik a dugó. Dugó még egyelőre nincs, ezt csak arra felmondom, hogy miután megrakottam, elképzelhető, hogy bedugult, bár ha jól gondolom, hogy hol fogok állni, hogy hol fogok rakodni. Ott van egy szupermarket, és én nagyon szeretem a francia Carrefour-t. Nem olcsó, de hangulatos. Ezt most viccen kívül mondom. Olyan jó érzés bemenni, nem tudom. Nekem azt mondja, hogy... Hát ezt megnézzetek legalább, hogy milyen egy ilyen. A másik nem is az a lényege most a dolognak, hanem egy eléggé ilyen kriksz-kraksz címet kaptam. Úgy ki kell találni. Én szerintem egy ilyen... egy olyan, mint egy ilyen piaci jellegre mennék. Tehát nekem ez nagyon úgy tűnik, mintha ilyen, vannak ilyen, vagy egy ilyen zárt gyártelep, érted, ahol mondjuk van egy őr, de azon belül van mondjuk rengeteg cég. Valami ilyesmire gondolok most. Az autópályáról. Ez már csak úgy nagyjából a tapasztalat, amikor ennyi mindent írnak, meg adtak egy francia kontaktot, hát az nem tudom, mit kezdjek. Hát ilyenkor, hogyha ilyen van, volt már a példa, hát igen, akkor angolul fel kell hívni. Vagy esetleg, ugye mivel Svájcba megy, elképzelhető, hogy itt ez a csávó mondjuk beszél németül, az is elképzelhető, hogy bejelentkezek és a kapuhoz jön. Volt már annyiféle variáció. Hát igen, ezt egyébként nem, tehát van, hogy magyar autónál is. Ritka, de igen, van, hogy fel kell emelni a telefont, legalább annyit el kell hablatyolni, hogy figyelj, tesó, itt vagyok a kapuba. És akkor tudja, hogy mit tudom, ott vagy, akkor majd jön, akkor majd valahogy majd megtaláljátok egymást. Nekem annó legutóbb a Seatnál volt ilyen, Barcelonában. Hát egy német csávóval kellett beszélni, akkor még nem beszéltem még szinte angolul se, amikor spanyolban éltem. Nem volt egyszerű, de egy olyan fél óra alatt, hogy megtaláltuk egymást, azért nem egy kis gyárról van szó. 800 méterrel térjen le az autópályáról. Igen. Hát itt látjátok, itt már azért belassulnak egész rendesen. Bócson, az a, hát a dugó torlódás, fel tudja pontosan micsoda. Aha, na itt írja ezt a Z Paris Nord 2, ez nekem megvan adva. Hol vagy? Ú, basszus, van itt. Igen, Paris Nord 2, van CD 40. Az nem tudom, ez a CD 40. Egy kisztét, egy ládát kapok. Egy csomag, hát láda, kiszt az láda. Igen, azt mondja, hogy Zé Paris Nord 2, igen, Park de Exposition, jó, az is megvan. Oké, tehát akkor itt megyek ki. Itt mutatja? Nem itt mutatja nekem ki, de miért nem itt mutatott ki? De nekem itt mutatja, barátom, a tábla. Jó, semmi gond, navigáció, innentől kezdve nem játszik. Akkor, de mit ír a másodikon? De a másodikon is azt írja,
hogy a fenelje meg. Azt mondja, hogy Paris Exposition, de Paris Nord, Valipente, Visitors, igen. Itt pedig Expo Livration, igen, szájtóknak. Na ez pont most mondta egy srác, igen, köszönöm szépen, látom, na most az jó tettél. Az volt ki, hogy Livration, és azt hiszem az a, hát ha most jól mondom, tök mindegy, a lényeg, láttam egy jelbetűs valami, az a szállítás. Nem, most akkor itt megyek ki. Nem, balra. Igen. Nem egyszerű a dolog. Igen. Hát végül is a... Aha. Ez itt valami hátsó szándéka van. Te mit csinálsz itt, barátom? Megcsömölött a dolog. Azt mondja, hogy itt a Peugeot írja. Igen. A Peugeot itt van, errefelé van a Carrefour. Ajj, még jól emlékszem. És de várjál, nem. De várjál már. De itt írja a célcóit. Igen. Livrations. Aha. De miért itt írja? Hát mi megyünk tábla után, nem tudok mit csinálni, tábla után megyek. Navigáció, az nem. Nyitjuk azt, és ott van a tábla. Jó gondoltam, ez egy valami nagy izé lesz. És szerintem az, hogy innen lehet bejönni, mert a másik az általában, mint a bezughet, tehát hogy szerintem a látogatók, vagy ügyfelek, vagy valami ilyesmi lehet az, hogy az, amit most a navigációval vinne. Aha, mondjuk egy információ. Én szerintem, hogy meg, hát igen, meg kell állni. Na, nézzünk rá, mit mond. Én azt mondom. Aha, egy török is megállt. 300 méterrel haladjon át a körforgalmon második kijárat, aha, majd jó. Előre haladjon a fenébe. Hát az nem egy kicsi dolog. Akkor én kiszállok és megnézem. Hát na, megnéztem ezt a izét. Haladjon át a körforgalmon. Hát beszéltem a csávóval, hát angolul beszélt. Hát nem találom, de na mindegy. Most valami all for, én legalábbis ezt mondja, all for. Tehát azt mondja, hogy kövessem a Park de Expositiont és a Livration, tehát a szállító. Kussolja már el. Tehát a... Bocsánat. Tehát kövessem a Livrationt. Igen, tehát írja itt, hogy Exposition Livration. Menjek be, tehát bemegyek az egésznek a... Itt a belsőbb, és all for. All for. Hát all mind az, az a mind. A for az négy, vagy all for, hát mind for. Ugye ez a baj az angolban, hogy for. Nem tudom, na mindegy, bemegyünk először erre az izére. Tehát az volt a lényeg, igen, adtak egy kontaktszámot, tehát nem hiába adták ezek szerint. Nem beszélt németől, úgyhogy rosszul gondoltam. Sikerült végül is angolul lebeszélnem vele. Csak nem, azt mondja, nem tud adni utcaszámot, meg semmit. Hát mondom, ezt imádom az ilyet. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt, meg hogy lesz itt. Mindjárt meglátjuk. Hát vannak ilyen nehézségek olykor. Hát ugye megint kijön az, hogy a... Hát egyébként kézzétek el, én megálltam, utána megálltam, hogy most már 4 vagy 5 kamion álltott az úton. Szlovák váltott, Váberelszastól kezdve váltott már mindenki. Hát mindenkinek ez volt a baja, hogy senki nem tudta ugye, hogy mit, hogy. Ugye nekem a szlovák valahogy magyarázta. Álljunk csak. Hát írja be ez a Nationals 40. Hát csak írja valahogy majd normálisan. Hát ez nem. Szerintem ez nem az. Tehát jön azt a szlovák mondja, hogy ő elment valami kaput, magyarázott, hogy ez meg zárva volt. A magam sincs, hol járt a csávó. A navigáció egyenlőre az még erre vinne. Továbbra is. De neki csak magát ezt a park nevet adtam be, vagy nem is tudom, tehát ezt így megtalálta. Na nézzük csak, itt ír valamit megint. Látjátok is, mennyire ez a Livration ennyi, hogy mint szállítás. Exposants Livraisons. Livraisons, ugye? Franciául. És ennyi, gyerekek, egyetlen egy ilyen szó is, hogy megkönnyíti az ember életét, már is kapcsolat, hogy neked erre kell menni, és nem arra. Hoppá! Nem is követtük tovább a navigációt, igaz? Tehát akkor itt betámadunk. De hogy most itt kell bemenni? Vagy ott? Hát de VIP kártya, entry, exposants. Fogalmam sincs, mi az? All for. A szó, lehet, hogy ott van 4, lehet, hogy mindig all, mindig a 4-est. All, csak kövesd a 4-est. De várjál, Halle 8, nekem van valami Halle megadva. Halle 5. Ugye? Ugye. Halle 5, SP, all 4. De várjál, de ott írja Halle 5, Exposants Halle 5, de akkor miért mondta, hogy a 4? Ja, de mert az is... Hát én megyek akkor a Halle 5 felé. Nem tudom. Hát, hogy az van megadva. Akkor menjünk Halle 5 A, Halle 5 B, hát nem mindegy ember. All 4. Hoppá, ez valami, aki akar jönni a figura.
Hát most nem mindegy, hogy 5A vagy 5B. Tegyünk egy kanyart, nézzük meg ezt a táblát. Hát ez hihetetlen, az ilyen izék. Tehát Halle, de ez nem... Ház, csarnokok, 4-5. Entré, igen. Librations, igen. Parkoló, tödödö. Azt mondja, hogy mindig a... De azt mondta, hogy mindig a 4-es kövessem, ugye? All four. De akkor miért itt van a Halle 5? Ott, de az a Halle 1, 2, 3, 4, 8. Halle, itt a 4. Az is 4. Nem, megyek, én megyek erre be, amerre a csávó kitolatott, én arra bemegyek. Hát azt mondta, hogy nézzük ezt az 5-es csarnokot. Majd. Megfelelően, ha nem megy, megint felhívom, aztán valamit elgagyogunk neki. De várjunk már, ott most valami be van dugulva. Ám a csávó azért jött onnan ki. Hát szóval azt hittem elnézte. És azok mit csinálnak ott? Francia valamit tud. Amit mindjárt megnézzünk, hogy mit tud. Türelem, rózsát terem. Szihetetlen. Egy, ezt bírom, megint nézd, egy dobozzal szívok. Emlékeztek a tolatásnál? Aki látta a videót. Hát hihetetlen. Egy dobozzal már megint, menjünk a francia után. Okos ember után érdemes menni. Hazai pályásokat mindig követjük. Bemegyünk arra akkor. Ő biztos tud valami újat, amit mi nem tudunk. Reméljük. Jó, sokan állnak itt. Lepihentek a srácok. Jó, meg jó. Na hát látjátok, vannak ilyen dolgok az életben. Hát az esély belőle, ez mi? Szlovákok már bratiznak. Lengyelül bratizik. Hoppá, itt van. Na, azt megkérdezik, ott vannak őrök. Na, hát ha tudnak segíteni, akkor kamera kikapcs. Mondom utána, mi van? Na bejöttem, hát nem tudom, mi van itt. Hát nézd, mert sem, mint a román határon lennék annó. Egy ukrán határon. Azt mondja, csávó erre van. De Halle 5-öt meg amarra írja. Ho-ho. Halle 4-5. De azt mondta, hogy a 72. Ez hogy baromi, de azt mondta, hogy erre. Elnősünk valakit, hello. Baromi, ezt mondja. Hát de... De most én nem értem, hát azt mondta, hogy a 4-et követ, hát de itt mutatja a csávó is. Ez jó. Fú, srácok, a milyen helyre jöttem, hely? Hát a számomra nem gondol. Azt tudtam egyébként, ezt jól gondoltam, látjátok, hogy valami ilyen izé lesz, mocsokra jövök. Ilyen nagy hülyeségre. Hát hogy itt dugó lesz, hát ez olyan, mint egy piacon lennék. Az az is lehet, hogy ez az egyébként. Na, román kisfiú, te most akkor bejöttél, és... Ez valami hihetetlen! Mi, hova eljön, amit az ember? Hát ez szó szerint a cigány munka, a cigány munkája. Te mindenki az utcán rakodik. Hát nem csak, hogy az utcán rakodik, nézd, figyeld! Hát itt rendesen dugó van ám a cégen belül. Kinyúlsz. A kamion nem tud tőlem kimenni, a másik nem tud bemenni. Ilyet. Hát én sok mindent láttam már életemben, hallod, ilyet utoljára, itt valami ilyesmit ízébe képzelnék el, valami Dél-Afrikába. De nem ez a poén az egészben, azt tudom, hogy hol vagyok. Hát itt az a 4-es. Kérdezem a csávot, beszél angol, beszél, mondom neki, hogy a 72-es izét keresem, standot. Azt mondja, hanyas csarnak. Hát mondom, hogy nézd én, bazzak, 5-ös van megadva, nekem 4-es magyarázat, csávó, ezt közben nem lehet elérni. Nem veszi már fel. Hát ez ilyet? Egy láda. Hát ecsém. Gondoltam magamban, ó, mondom 10 percet gyorsan felrántom, aztán megy se vagyok. Aha. Ezt rosszul hittem. Ez kész. Látom és nem akarom elhinni. Hát ez kész. Most ki ne rudáltok. Hát én voltam már nagyon sok helyen, de ilyet.
Azt mondják, interior. Hát az mindegy. Jó, belül tudom, mit jelent az interior. A kocsinak a belsejét az adta például mondani interior. Itt már most már én már most nem, mindegy, jó, semmi, nem. Nem. Szuszában, öcsém. Én nem értek itt semmit egyenlőre. Egy rohadt ládáján kell nekem ide bejönni. Öcsém, ne, itt hozzák ki a gépet. Hát én ezt nem tudom. Én már ezt itt feladom. Most várja meg még rak... nem. Jó, nyugi. Hát bementem a csarnokba, ez valami expo. A jobban már voltam ilyen helyen, hát csak nem ilyen kaotikus állapotok uralkodtak, hanem volt egy nagy gyűlőhely, tehát úgy mint kint, ahogy jöttünk be, volt egy nagy gyülekezőhely. És akkor meg volt adva, hogy mikor még kamion jöhet be, tehát nem így ilyen fejetlen, hogy azt tudja az ember, mindenki jött ide. Hát én azt mondtam, egy céghez jövök, hogy ez egy ipari telep, nem? Tehát ez lényegében egy ilyen nagyon nagy raktárcsarnok, és gondolom itt egy ilyen expo jellegű kiállítás valami volt. Fenne tudja micsoda, és akkor lényegében itt viszik a gépeket. Ugye itt cégek bemutatták a kis dolgaikat, ez most itt fenne tudja mi micsoda, és akkor minden kamion ugye viszi ezeket a cuccokat. Barcelonában voltam, hogy hát akkor a rendőr kísért oda. Az is olyan lehetetlen helyen volt. Na, na mindegy, hosszú. Hát ez így érdekes, na hát láttatok egy ilyet is. Nem tudtam egyébként viccen kívül, hát nem fenne tudta, hogy mi ez. Most már tudom. Hát, úgyhogy azt mondta a csávó egyébként, hogy valahol ennek a raktárnak, nem láttátok belül, egy hatalmas raktárt képzeljétek el, mondjuk olyan, hó, nem tudom, 10-20 focipálya, át még nagyobb. A legvégében van. Tehát én ebben a végében van, az abban a végében, de mondom, figyelmetes, hol körbe kell menni, nem. Ide majd álljak le. De most szerintem a többiek is ide várnak. Én most nem tudom, szóval akkor lehet eljöttem, most ez sor mellett, nem tudom, mit csinálnak. Egy tőlem nem tudnak elmenni szerintem, mindig. Tehát az a lényeg, hogy onnan majd ide kell hozni, tehát nekem át kell gyalogolni, ott valami majd bejelentkezni, már meg kell keresni, és akkor majd valami lesz. Ó, hát ez hihetetlen. Na, tehát mondom egyszerűen, mi történt. Hát nem egyszerű. Nem egyszerű itt a helyzet. Hát az a lényeg, ugye, hogy nekem annyi volt megadva, hogy Halle 5, meg 72-es stand. Jó, oké. Hát ugye leesett ide bent, hogy ez egy expo. Jó. Bemegyek, hát elkezdem keresni itt a 72-es, hát szerinted ezt megtaláltam? Dehogy találtam. Egy órán keresztül kerülmókáztam, egyik küldött ide, másik oda, harmadik amoda, beszél franciául, angolul, németül, a fejem már zúgott. Jó, semmi gond. Mire már megint küldtek volna, képzétek át a túlodat. Ó, gyerekek, mint mondtam, 10-20 focipálya, ó, ezt hagyjuk, jó. Nem egészen akkor ez. Tehát ott voltam egész a túl végében, nem tudom mennyi, hány száz méterre gyalogoltam. Onnan küldött volna vissza a csávó, amikor mondja a haver, hogy várj egy picit, hogy nézzek rá. Azt mondja, nem, neked először menned kell ez a micsoda, Clemarizon, vagy mi a fene, hogy menjek először az irodába. Hát mondom, ember. Hanem jó, hogy itt keresgélem. Jó, sétáljak meg én, mit tudom, 3-4-500 métert az irodáig. Ott vártam egy 10 percet, és akkor igen, ott azonosítanak be. Oda hívnak egy targoncást, na, akkor idejöttem, akkor mondja a csávó, hogy ez nem egy box lesz, ez egy hatalmas gép. Nem, ez a szomorú. Megint itt tartunk, látod? Most megint azt mondanám neked, hogy majd magyarázkodjál valaki előtt. Egy óra van a munkaidőből. Szerinted bele fogok férni? Nem. Szerinted lehet itt aludni? Nem. Szerintem ezt megbeszéltük. Tehát ennyi már megint a probléma. Nem tudok mit csinálni. Ennyi, kész. A mágnes. Nem tudok vele mit csinálni. Kész. Hozom ki legközelebb a mágnes. Én nem fogok senkinek idegbetegeskedni, meg fazért fizetni. Nem tehetek róla. Nem tudok vele mit csinálni. Ez van. Vagy kártya nélkül most kimegyek, és akkor kész, kezdem a hétvégét kártya nélkül. Ez van. Nem tudom, valami lesz. De belemozdulni nem fogok. Targoncásra sem tudom, hol van. Nem ment. Ráadásul nem is biztos, hogy itt tudok rakni. Lehet, hogy valahol máshol, ha? Hát ennyi, igaz? 5 perces rakodás. Na, hát jó. Nem idegeskedek, nem az... Mindegy, semmi. Az a baj, tudod, ezt most hogy magyarázod ki? Ez mit írsz egy papírra? Álltam a rakodóhelyen, expo, igen, nekem ezt meg kellett rakodni. És most mit csinálják vele? Mert fel kell rakni. És akkor én fizessek majd, még dolgozzak, meg még fizessek majd 100 euró bírságot, mert éppen megfog a Svájc megint. Szóval, na mindegy, ez a kamionozásnak a legnagyobb hátránya, hogy... Hely nincs, dudál mindenki, idegbeteg mindenki, hát persze, hogy idegbeteg, hát...
így hozzák a dolgokat. Hát szerintem ez még egy 2 óra hosszú alsó hangon, mire én ezt innen, mire innen papírt kapok, azt tudom, hogy lesz még. Ó, srácok, ó, Istenem. Na hát akkor ezt most nézi, hát én meg sofőr életem, amikor el kellene küldeni Vietnámba egy kicsit a sofőröket. Hát jó végre feküdni, csak nem az árun. Hát igen, be kell néha akasztani a cuccot, le tudjuk kötni. Ez a fához van rögzítve, és ezt a fát fogom most lerögzíteni, jobb híján. Hát sem kérnek alá csúszásgátlógó, mint itt. Ja, és... Nem egyszerű a mutatvány, de valahogy kikúszunk innen, ha már bemásztunk. A gép alatt vagyok egyébként. Ha nem esett volna, de... Oha. Igen, csak lennessek a pótkocsiról. A sofőr munka beszélje, olykor. Ja. Basztam. Bocsánat a káromkodásért. Ez van. Aki nem szeret káromkodni, nem menjen sofőrnek. Így van. Oké, na, megvannak a papírok. A papírokat adott egy ilyen szájtólövet, meg sem nézem. Annyit láttam a Svájc. Oké, semmi cél, mert nem hülyéskedünk, innen takarodunk kifelé. Annyi időm van, hogy... De most egyébként nem tudok azzal foglalkozni, mert már egyszer jártam így, hogy elkezdtem itt izélni. Szórakozni nincs időm, tolunk le mindenkit az útból, itt most... Ne törjük össze a kamiont. Ez a lényeg, nekünk van elsőbségünk mindenfelől. Vagy úgy csináljuk, hogy nekünk legyen. Ha menni kell ki, mert beáll elém 5-6 kamion, én meghűlök Targoncába, tesókám odébb menni egy picit, mert átmegyek rajtadám, de nem hirtelen. Jó, hát akkor átmegyek a villádban, engem nem érdekel, hiszen nem érdekel, jó, hát úgy maradjok, nem érdekel. Bam, 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 kész. Hülye. Na. Nincs barátság. Ilyenkor nincs barátság, amikor van hátra fél órám. Így van. Szeretünk ilyenkor csipogni. Én úgy döntöttem, hogy visszamegyek a lerakomra. Nekünk az állandó hely, és ott lehet aludni, illetve ott el tudok menni, akkor elvileg zuhanyozni, nem tudom, meddig dolgoznak pénteken. 6 óra van. Hát én most nem megyek vásárolni, viszont elmennék futni. Bár igaz, hogy iszonyat gettó az egész, de nem tudok jobbat. Tehát én nem merek most kimenni, már 6 órakor, 40 perc. Az a biztos, legyünk parkolóba, aztán majd holnap majd lesz, ami lesz. Szerintem. Vagy pedig len. Hát az a baj, hogy kimenni, hát egy fél óra legalább fenébe. Vagy pedig len, ha lesz itt kint hely, ahol bejöttem. Elvileg hát, ha akkor is tudnék menni futni, legfeljebb. De sokan. Bocsáss meg. Sortie exit. Na most... De ez... biztos? Hát erre mutatja, akkor menjünk erre, jó. Megtérje. Nem tudom, hogy ezt bezárják-e, tudod, holnap. Nehogy itt ragadjak. Mert... Hát állnak itt bent üzék, srácok, mondjuk van itt egy elég nagy parkplac. Nem fogok itt bent ragadni? Ez csúnya lenne, ha hétvégére itt bent ragadnék. De hát gondolom, hogy nem. Ugye? Hát akkor én az a biztos, én leállok hozzájuk ide most. És akkor lezuhanyzok mobil zuhanyzóban. Nincs annyira a hideg, 10 fok van, most úgy érzem, jó lesz az így. Aha, jó, én itt maradok ezen a plácon. És akkor elvileg itt meg ezen ki tudok menni. Én úgy gondolom. Nézzük, hogy vannak itt. Nincsen semmi lánc. Jó, beállunk ide a csávók közé. És akkor itt elmegyek arra szaladni. Hát, srácok, életem második expóján is túl vagyok. Az első se volt egyszerű. Fú, na az. Valószínűleg a másik végébe kerestem. Még a rendőrök vittek el. Mármint értsd jól, szóltam nekik, aztán
Meg van egy hotel, képzelj, egy hotel volt megadva. Barcelona egyik leghíresebb hotelja, hát mondom, emberem van, és be nem megy a kamionnal. Hát ő azt hittem, hogy hülyéskednek. Nem. Azt elfelejtik hozzátenni ilyenkor egyébként a munkához, hogy ez valamilyen kiállításra megyek. Na, hát ilyet is láttatok. Aki megnézte, aki nem nézte, magára vessen. Íme esti parkpalacunk, itt állunk. Szép pakolva, itt szétbombázva nézik itt a papírt, jó pihenőre be is. 549999. 300 méter is átváltunk, nagyon király. Na tehát ez, hát ennyi, semmi, izé, colpapír vagy valami. Jó, ez engem nem is érdekel, majd lesz valami lesz. Én megyek biztos Svájcba. Halleluja! Svájci mókus. Gyerekkori barátomtól kaptam egy török poharat. Köszönöm szépen. Már használtam. De én azt hittem egyébként, hogy ez valami azért ki van találva, amit trükkösen, hogy ez valami olyan hőálló pohár, hogy azért meg tudod fogni. Hát nem egészen. Na, ennyi törökök. Mert ez így nem frankó, hát akkor érted. Tehát te megfogod a elejtet, hát olyan forró, hogy... Na hát jó van. Ezt is tudjuk most már. Úgyhogy Párizsban az éjszaka, holnap pedig vár ránk. Nem tudom, megyünk Gentbe. Úgyhogy ki kell találni, hogy hol hétvégézek, akár itt is hétvégézhetnék. Na persze nem itt, itt én nem hétvégéznék, hát még egy WC sincsen. Meg semmi. Ez maradjon a holnap titka. Jó, megyünk vásárolni, megnézzük, miből élünk. No, kicsit megszusszantam, átgondoltam itt a dolgokat, mármint érted az ember így jár így a feje, hogy mit, hogy. De legalábbis arra jutottam, hogy egy elmegyek futni. Itt szerintem itt ezt az expót, hogy nem tudom, majd itt futkározok valahol. És mivel úgy nem érdekes, nem megmondom a farmust, hogy nem érdekes, mert szerintem felmegyek a pótkocsira, van nem gumipó, és az ajtót behúzom. Pótot megemelem, és akkor hát, hogy könnyű, hogy átmosom majd magamat, azért még sérül ki oda a levegő. Az a helyzet, hogy ha minden, mindig csak a kifogást keresem, hogy most fáradt vagyok, itt van megint 18 óra 20, 4 órakor keltem. Nem tudok mit csinálni, megint most nyugodtan mondhatnám azt, hogy nem megyek, de figyelj, az úgy nem járja. Tehát erről, lényegében erről szólna az egész videózás, ugye az akaraterőről, hogy erőt adjak nektek is. És igenis elmegyek futni, úgyhogy átöltözök, elmegyek futni, fáradt vagyok, de úgy kocogni. Tehát semmi extra megerőltetés, elmegyek, kocogok egyet, el is mondom utána, jó? Legalább letesztelem most az új sapimat is, meg van végre futópólóm is, úgyhogy megnézem. És utána csúcsolunk egy jót, ugye nem kell sehova, nem kell kapkodjak. Ezt szeretem a péntekben, a szombaton akarok is dolgozni, tehát annyi van megadva, hogy Gentbe ne jelentkezzek reggel 8-kor rakodjak, megint csak Svájcba. A mostani ár egyébként 110 ezer euró, ha hogy ilyet is elmondjak. Hát ez egy gép 110 ezer euró és értékű, mert tehát papírokat nem adtak, csak egy ilyen három példányos számlát, vagy szállítólevelet, tök mindegy, minek szer. Nevezzük, hogy ilyenkor nekem kell kitölteni mellé a papírokat, azt, hogy honnan lesz vámpapír, mint fogalmam, és nem tudom. Majd ezzel ráérek hétfőn agyalni, mert ugye ilyenkor már kit hívják fel, meg felesleges is. És menjünk, tisztítsuk ki a búránkat. Közben készül a videó, hát az, hogy a kisgépen készül, 11 órát írt a szerkesztése, tehát hogy behádézza, hogy HD-ből ugye összetegye, 11 órát írt a videóra, másfél órás videó. Hát ez van, 30%-nál jár, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy készül, úgyhogy hát a hétvégén lenne wifi. Valahogy úgy próbálok megállni, szerintem ezt fogom célba venni. Hát nem jó benzinfutó. Na jó, nem megyek ebbe bele, agyalok, jó, és elmegyek futni. Kitisztul az agyam, és végig azon fogok agyalni, hogy mit fogunk főzni, valami nagyon jóra vágyok most. Úgyhogy egyébként annyit ugye a kajáról, sajtot ettem, megvágtam a sajtot magába, káposztával, illetve megint egy kis kolbászt tettem hozzá. Kolbászos hetet tartok, úgyhogy megnézzük, hogy mérlegelünk. Ha netán, tehát most lényegében két hét, igaz, hogy egy hét telt el a két mérlegelés között, ha ezen a héten dekára ugyanannyi vagyok, tehát több nem lehetek ez 100%, dekára ugyanannyi vagyok, ez holnap kiderül, akkor szigorú kalóriaszámlálás, ugyanis nekem arra nincs időm, hogy kockáztassak, hogy most vagy megindul, vagy nem indul. Én innentől kezdve szoktam azt, hogy kalóriaszámlálás, de akkor erre veszek egy táblát, akkor holnap szerintem megyünk a Carrefourba, és akkor mutatok nektek valamit, és szerintem nagy segítség lesz, jó? Bízom benne, hogy ugyanannyi lesz a súlyom, ez lenne a legjobb, mert akkor megmutatnám, milyen egyszerű itt a kalóriákat számlálni, és ösztönöznének továbbra is. No, át is öltöztem, így a kis sapi, jó meleg.
Egyébként úgy döntöttem, mivel ebben a nagy, elég komoly nagy parkolóban állok, én itt körbe-körbe fogok furkározni, nem megyek most el messzire. Így viszont akkor ugye a víz is itt van, egy ilyen izotóniás italt szoktam ilyenkor keverni. Ezt szoktam előtte inni, illetve utána. És akkor így, ha netán ugye most nagyon fáradt is lennék, bár szerintem fog menni itt egy óra. Legalább a sofőrök kicsit irigykednek, hogy nézd majd csávót, mit futkározik itt már a 20. kört. Így itt fogok most futni. Nem szeretem itt, az a baj, tudjátok, a körbe-körbe futkározással, hogy unalmas. Egy, kettő, tudod, az ember úgy számolja, de figyelj, ha nagyon elmegy a kedvem, akkor elmegyek kicsit arra, amarra. Úgy lényegében úgy döntöttem, hogy itt maradok. És mert lényegében ezt meg tudnád egyébként tenni egy nagyobb parkolóból, csak még egyszer nekem azzal az a bajom, hogy egy, ne nézzenek, azt nem szeretem, kettő, a körözgetés. Na, tehát ugye át is ugye költözve, alig 15 perc állok itt, és már csavarok is. Annyit szoktam ilyenkor, hogy kiköztem a ruhámat, hogy ugye, amikor itt vagyok majd kimerülve, bejövök gyorsan, edénybe melegítek vizet a mobil zuhanyzóba, tehát abból öntök ki, nem tudom, hát jön 4 liter, 3 liter, valamit jó felforrósítom, összeöntöm, így lesz benne végig is langyos vizem, felcuparom vele a pótkocsira, egyszer fölöttem ott. Tehát fölöttem, hát azért túlzásokban ne esünk, tehát lemossa az ember magát, ennek ilyen tusfőrős izét képzelje el, hogy az izzadságot magam úgy is lemossuk magunkat. Egyébként képzeljétek, nekem van egy kollégám, ami megmondta, ő nem érdekli hány fok van kint, ő minden nap nem tud úgy lefeküdni, hogy lenne zuhanyozzon, ennyi. Csak nekem igazából a jó lélek nem nagyon visz rá erre. Most úgy jó idő van, úgy gondolom, nem fúj a szél, úgyhogy menjünk, szaladgáljunk egy kicsit, izotóniára fel, és akkor majd elmondom, hogy hogy sikerült. No, 22 perce futok, ide bent a Lipói Parkban, vagy nevezzük, aminek akarjuk. Hely, kélemes, nagyon jó. A király, bár arra rájöttem, hogy a futás előtt a savanyú káposzta, kolbász kombináció. Hát most nem a legegyszerűbb, hogy nem a legjobb megoldás. Már igaz, hogy egy jó órával ezelőtt tettem, de úgy mozorog a gyomrom. Se baj, itt szerintem ezek rakodnak egész későig. Nem tudom, mennyi az idő. Lehet, hogyha 22 percre futok, olyan 7 óra. Úgyhogy utána még van lehetőségünk elmenni vécére. Elég nagy egyébként ez az egész. Második körömet futom. Hát nézd meg! Sofőrök sörben, aki sörben a kézben. Kéz a mókus. Hát srácok, lehet, hogy ezt így is. Ilyenkor boldog vagyok, hogy van is kitartásom hozzá, akaraterőm, baromi jó. Hát villogóra van állítva, mert így feltűnődik, hogy jönnek itt a fáradt, hideges sofőrök, mégiscsak legyen valami. Na nyomjuk. No, itt van éve, 59 perce utak, mindjárt kamionnál vagyok. Elmondom nektek, srácok, hogy a mellbimbomat, kidörzsöltem, jön a kamion, vagy a kamion, a póló, hiába cseréltem le futópólóra, azt hittem az a probléma. A fiam alatt, amit igazából tiszta vér volt a pólóm. Rossz póló volt rajtam, azt tudom. Húha! Most tehát mindegy, le fogom ragasztani, majd nézek rá valamilyen a boldást. A másik a lábom most eléggé elfáradt, hát nem csoda, hogy eléggé mozgalmas volt ez a hét. De a lényeg, meg lesz ez az egy óra. Én azért örülök neki, hogy ilyenkor mindig büszkeséggel tölt el, hogy sikerült. Lezuhanyzok, és WC és alvás. Na hát srácok, ezt így lehetett megoldani, tehát látjátok, itt a pultkocsi, itt nekem itt megy ez a kábel, ilyen gumipókkal befogadtam az ajtót, be se látnak, itt a mobil zuhanyzó, és akkor így megy itt a pultkocsi hátuljában. Hát sok ilyen forró víz van, cigány élet, srácok, ugye tudjátok, hogy ez nem a napi zuhanyzásról szól, bár ennek is jó dolog. Tehát igazából megint azt mondom, hogy ha nem tudnék ugyebár fürödni, akkor nem futnék. De hát íme itt a megoldás, úgyhogy ennyit erről, ismét a nyafogásról erre egy megoldás. Na íme az igazság pillanata. No, tehát jól láthatjátok, 100 kiló, tehát 100,7-ről indult az a dolog. Persze ugye az első hét az még így is kimaradt. És ahogy én ígértem nektek, lényegében, ugye is a héten egyetlen egy futásom volt, tehát nem is mondhatnám, hogy hűde nagyon extra a dolog. És ahogy én ígértem, heti 1 kilóval
70 dekával. Tehát mikor, hogy fog menni. Lesz olyan hét, hogy egyáltalán nem fog lemenni. És jól látjátok, itt vannak a kaják, úgyhogy folytassuk ezt az életmódot, tarts velem. Nyugodtan még győzköd magad, ha dörzsölgetni akarod még a szemedet, akkor tarts velem, nézd tovább az életvitelemet, hiszen ez az egész videó nem csak arról szólna, hogy erőt adjak neked ahhoz, egyáltalán a futáshoz, az egészséges életmódhoz, hanem, hogy belásd végre, tényszerűen itt egy csávó, aki igenis ilyen kajákkal, ugye sokan posztolgatják, hogy Norbikám, látod, mondjuk ez itt van, és akkor ilyen sült combokat, meg mit tudom én, miket mutogatnak, és hát ennyire hülye az ember, holott lényegében ez az életmód pontosan erről szólna. Tehát pont, hogy a húsról, a zöldségről szól, arról, hogy nem éhezünk, és a szénhidrátot kell elfelejteni, jó? Na, én eszek egy ilyen kis salátát, és akkor kezdjünk neki a főzésnek, mert most már aztán tényleg kifordulok magamból, már annyira éhes vagyok, és ennyi. Jó, kezdjünk bele ebbe a hétbe.